hogy csupán egy mondat erejéig megemlékezzek Fidel Castro Ruz, a kubai forradalom vezéréről. Reggel hajnalban találkoztam én is a hírrel a Facebookon, hogy az éjszaka folyamán Fidel Castro elhunyt. Azt hiszem, hogy sokan vitatják Castro tevékenységét, de mégis, ha nem többet, de két mondatot kell arról szólnunk, hogy bár egy jó módú, gazdag, ültetvényes fiaként látta meg a napvilágot, tudományos pályára is áll, hiszen jogász végzettségű volt, később doktori címet szerzett, és a kubai forradalom vezére volt, és soha nem adta föl. Soha nem adta föl, hiszen az első két próbálkozása az ugye sikertelen volt, hiszen 15 év börtönre ítélték, és csak a nemzetközi nyomás hozta ki a börtön fogságából annak idején Fidel Castrót, és 1956 és 58 között egy gerilla háború következtében, vagy annak eredményeképpen győzött a kubai forradalom rá két évre. Meghal Fidel Castro. Kedves barátaim, a 21. századi kapitalizmus kritika konferenciát ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm Andor László tanszékvezető egyetemi docensia. Köszöntöm Erős Gábor, szociológust, a Párbeszéd elnökségi tagját. Köszöntöm Morva Juditot, baloldali aktivistát, a munka és a bűnözés emancipáció előadóját, Hegyi Gyulát, a baloldali tömörülés platform elnökét. Köszöntöm Berta Tibort, a balpárt elnökét, aki civil foglalkozását nézve orvos. Köszöntöm Meleg Attila szociológust. Köszöntöm Simon Gergelyt, a Greenpeace szakértőjét. És kívül a előadói asztalnál Rabi Béla barátunk, a baloldali tömörülés elnökségi tagja. Kedves barátaim, igazából felvezető gyanán csak egy-két gondolatot szeretnék elmondani, annál is inkább, mert a rendszerváltás utáni úgynevezett magyar kapitalizmusban mindannyian érintve vagyunk. Magam 22 éve politikusként, hiszen azok a kapitalizmus így vagy úgy befolyásoló tényezők, többek között a törvényhozás, amely ugye a rendszerváltással vette kezdetét, hát ennek most már majdnem 80-90%-ban én magam is tagja vagyok. Nagyon sok kritikával illettem magam is azokat a folyamatokat, amelyek elindultak Magyarországon a rendszerváltás után. Én pontosan emlékszem arra, hogy milyen eufória volt, és mindenki igen mondott a kapitalizmusra, egy szociológiai felmérésre hivatkozom, több mint 80%-os volt a támogatottsága 1991-ben, és a társadalom többségének a véleménye egyértelműen abban az irányban mutatott, hogy itt kapitalizmust kell csinálni, kapitalizmust kell építeni. Aztán 10 év múlva a kollégák megismételték ezt a vizsgálatot, és a milléniumra vagy az ezredfordulóra, 2000-re a kapitalizmus támogatóknak a száma már 46%-ot sem ért el. Hangsúlyozom, az előzőben több mint 80%-os volt ennek a támogatottság. Aztán emlékszem arra, hogy fitymálták le azokat a hozzászólókat, értelmiségieket, akik az osztályokról beszéltek, akik a kizsákmányolásról beszéltek, vagy éppen a szociológus szakmában az elidegenedésről beszéltek. Azt mondták, hogy ezek olyan régi marxista terminológiák, hogy egyszerűen még a szótárunkból is el kéne űzni. Aztán emlékszem arra, amikor az egyenlőtlenségek elterjedését, kiterjedését kritizáltuk, akkor nagyon sokan azzal hurrogtak le bennünket, hogy ez természetesen a gazdasági fejlődésnek egy természetes velejárója. Miközben igyekeztünk bizonyítani napunk baloldali emberek, hogy a
gazdasági és a társadalom fejlődésének az egyik legnagyobb gátja a mérhetetlen egyenlőtlenségek és annak a dinamikája, példának okáit Magyarország. És a 2000-es évek után elindult nem csak a kritikai gondolkodás, hanem elindultak új irányok. Új irányok keresése, Giddens-től Ulrich Beckig bezárólag, de hát látjuk, hogy azok a próbálkozások is kudarcot vallottak. Emlékezzünk csak Anthony Giddensnek a harmadik utas programjára, amelyet Tony Blair próbált megvalósítani. Ugye zanzásítva ennek lényege az volt, hogy azok az osztálykategóriák, amelyekben eddig gondolkoztunk, azok avittasak, idejét múltak, és igazából olyan, hogy munkásosztályon már nincs is, és ezzel a szemléletmóddal szakítani kell, és nyitni kell a felső középosztály, és a új kompromisszumokat kell keresni a magasabb státuszú társadalmi csoportokkal. Hát úgy látjuk, hogy néhány évig dívott csak ez az irányzat, és ugye ez az irányzat is meg. Hogy most hol tartunk, arra az előadók jelentenek számomra garanciát, mert azért idehaza is voltak mindenféle próbálkozások, de emlékezzünk csak rá, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtt felitorokból üvöltözte mindenki a Széchenyi program és a Széchenyi terv, mint az új kapitalizmusnak a letéteményesét. Aztán mikor megnéztük tételesen, én állandóan a számok birodalmában élek, és állandóan kutakodok a számok összefüggéseit vizsgálgatva, akkor kiderült, hogy a régi Széchenyi terv a magyar gazdaság 1%-át sem tette ki, vagy közel 1%-át tette ki, miközben az óriás plakátok más sem hirdettek, mint ez lesz a megváltás útja. Kedves barátaim, kedves elvtársak, ezennel a konferenciánkat megnyitom, és felkérem első előadónkat előadása megtartására, Andor Lászlót. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a fontos vitának. Azért hangsúlyoznám rögtön az elején, hogy fontos, mert valóban a kapitalizmus kritikai elemzése tulajdonképpen az alfája és az omegája minden progresszív szellemiségű politikának, és erre manapság egész Európában, de különösképpen Magyarországon igen nagy szükség van. Ez a vita nem előzmények nélküli, azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évben egy új fordulója kezdődött a kapitalizmus elemzésének, amelynek az egyik vezér személyisége egy francia közgazdász, Thomas Piketty, akinek a könyve magyarul is megjelen, Kapitalizmus a 21. században a témája, de lényegében ugye a jövedelmi egyenlőtlenségek hosszú távú elemzéséről szól, arról, hogy az elmúlt néhány évszázad során, tehát nagyjából mióta a modern gazdaságban jövedelmi adatok nagy részletességgel rendelkezésre állnak sok országból, milyen törvényszerűségek fedezhetők föl az egyenlőtlenségek alakulása és általában véve fokozódása mögött. Milyen típusú kapitalizmusok vezettek nagyobb mértékű jövedelmi egyenlőtlenségekhez, nagyobb egyenlőtlenségekhez. És meg voltak azok az időszakok, amikor ezt a modell korrigálni lehetett, és például ugye a második világháború utáni nagyjából 4. század során Nyugat-Európában és Észak-Amerikában is egy vegyes gazdaság működött, amely sok tekintetben a kapitalizmus negatív vonásai korlátozni tudta, vagy ki tudta ítani. De Piketty mellett lehetne hivatkozni más fontos szerzőkre, aki Magyarországon talán kevésbé ismert, bár számos könyve forog Nyugat-Európában több nyelven, Wolfgang Streeck, német szociológus, akinek a, érdekes mondani, a kapitalizmus
végét feszegető könyvét nemrégiben a Financial Times is szemlézte. Ugye itt nem csak olyan kérdések vetődnek föl Strake esetében, hogy milyen jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek járnak a kapitalista gazdaság működésével, hanem arról is elmélkedik, hogy vajon az a feltételezés, ami mondhatni közhelyszerűnek számít, hogy tudnék a kapitalizmus és a demokrácia között van egy organikus kapcsolat, ez vajon érvényes-e a mai világban, és hogyha nem, akkor abból milyen következtetéseket kell levonni. Tehát a tudomány területén közgazdászok, szociológusok körében azon elég bőséges a termés, amiből olvasni, tanulni, építkezni lehet. Mégis most egy pár perc elején nem egy tudós gondolatra egy hírán segítségül, hanem a filmművészet világába kalandoznék el. Ugyanis néhány évvel ezelőtt Magyarországra is eljutott egy amerikai film, amelynek a címe az, hogy Kapitalizmus szerelmi történet. A magyar fordításban úgy szólt, hogy kapitalizmus szeretem. Ugye sok esetben ugye a magyar mozikban, amikor eljut a film, akkor egy kicsit variálnak az eredetén, de ez önmagában nem tekinthető problémának vagy hamisításnak. Nyilván minden nyelven olyan címet kell találni, ami behívja a közönséget a moziba, hogy megnézzék. Nagyon sok ember nyilván Magyarországon is ugye a moziba vonzott ez a film, de a Molnak nem az első, már sokadik, ilyen jelentős, provokatív műve volt ez. Sok kritikus is elment, én a interneten többnyire elég negatív, lesajnáló kritikákat láttam erről a filmről, mondván, hogy hát, ha Michael Moore tudná, hogy mi volt a kapitalizmus alternatívája, akkor nyilván nem bírálná az amerikai rendszer. Mégis Michael Moore-nak nagyon sok oka volt arra, hogy a nagy 2008-2010-es pénzügyi gazdasági válság lencséjén keresztül alkosson egy filmet az amerikai kapitalizmusról, és bemutasson olyan jelenségeket életközelre, mint például a tömeges kilakoltatás. Tehát ugye egy nagy adósságválság következett be az Egyesült Államokban, amelynek a következménye az volt, hogy rengetegen elveszítették azt a lakást, amit korábban hitelből vettek, ugye ez egy egyedi méretű válság volt, az állam az adófizetők pénzén egy idő után mentőre dobott, kinek? A bankoknak. De nem azoknak az egyszerű hitelfelvevőknek, akik ennek a korábbi befektetési hullámnak, egy buborék gazdaságnak a negatív következményei elszenvedték. A film egy Lexington nevű kisvárosban kezdődik, ez Észak-Virginiában található, és az érdekesség kedvéért megnéztem, hogy vajon Észak-Virginia és Lexington városa hogyan szavazott a legutóbbi elnökválasztáson néhány héttel ezelőtt. Nyilván nem tenném fel a kérdést, hogyha nem lenne az a válasz, hogy bizony-bizony, ugye Észak-Virginia Donald Trump nyerte, kicsit több mint 50%-kal, de Lexingtonban, ahová Michael Moore ellátogatott, hogy egy eklatáns példát találjon a kapitalizmus vadhajtásainak és negatív szociális következményeinek a bemutatása, 75%-ot kapott Donald Trump. A filmben szó esik más államokról, ahol korábban ugye virágzó gazdaság működött sok ipari munkahelyel, viszonylagos jóléttel, ugye az 50-es, 60-as, még talán a 70-es években is ugye a jól fizetett munkás, aki egykeresőként el tudja látni nagy családját, ugye ez volt az alap minta. De ugye szó esik Michigan, Ohio, Pennsylvania államokról, ahol korábban ugye ez a virágzó ipar volt jellemző, de nagyjából egy generáció már ezt nem látta, hanem csak azokat a negatív következményeket látta, amely az ipar leépüléséből és a
megoldása és a szociális háló hiányából fakadnak, mondani se kell, hogy ezek az államok is Michigan, Ohio, Pennsylvania, Donald Trump-ra szavaztak többségben. Tehát milyen trendek állnak fejlemény mögött, amit sokan ugye váratlannak, sokszerűnek, érthetetlennek neveznek a hazai sajtóban is. Az első, mint említettem, hogy az ipari munkahelyek igen nagy mértékű leépülése, kitelepülése más feltörekvő országokban. A másik nagyon fontos elem a bérek stagnálása. Nem mindenki tudja nyilván, de nagyjából 1980 óta, 80-as évek eleje óta az Egyesült Államokban a bérek stagnált, nem nőttek. Ellenésző rövid időszakok voltak a 90-es években, amikor talán ezen valami változás történt, de hosszú távon az arról lehet beszélni, hogy a bérek stagnált. És a harmadik pedig a pénzügyi dereguláció, amely elméletileg ugye számos új szolgáltatást nyújtott, ami korábban nem állt rendelkezésére az egyéneknek, cégeknek, önkormányzatoknak, családoknak, vállalatoknak. De ugye ennek a kockázatai nem a nagyobb pénzügyi intézmények viselték, hanem bizony a hitelfelvevő, és amikor jön egy gazdaság visszaes, és amikor bekövetkezik a válság, akkor ennek minden negatív következményét a kevésbé védett mindenfajta biztonsági háló nélküli rétegek csoportok egyének szenvedik el. Ugye sokan azzal virágták Michael Moore-t, hogy hát nem mutat alternatívát, pedig mutat. A film végén szó esik egy olyan országról, ami tulajdonképpen hát ehhez az amerikai modellhez képest egy kis földi paradicsom, mert a dolgozóknak beleszólása van a vállalat irányításába, és amikor jött a nagy válság, akkor nem elbocsátották a dolgozók tömegeit az ipari munkahelyekről, hanem rövidítették a munkaidőt annak érdekében, hogy meg tudják tartani az állásaikat, és amikor majd jön a világgazdasági fellendülés, akkor ugyanazok a dolgozók majd többet fognak dolgozni, és többet fognak termelni, és az állam egyébként támogatta is pénzzel ezt a munkaidő rövidítést. Melyik országról van szó? Németországról van szó, amely például a munkaidő rövidítésnek köszönhetően ugye meg tudta őrizni az ipari munkahelyek igen nagy részét a gazdasági válság időszakában is, és az, hogy ez a műsor így ebben a formában bekövetkezhetett, ugye nagy részt a jól működő üzemi, ágazati, országos szintű szociális párbeszédnek köszönhető. Tehát anélkül, hogy a munkáltatók és a munkavállalók folyamatos, intézményesített, hatékony párbeszédre működne, nyilvánvalóan ez a fajta mondjuk a szociálisabb modell nem létezhetne. Tehát hangsúlyoznám, egy másfajta kapitalizmus modellről kell beszélni, hogyha szembeállítjuk az Egyesült Államokat Németországgal, a szociális párbeszéd és ennek következtében az erősebb szociális jogi érvényesítés mindenképpen egy fontos sajátosság, de aztán az állami szabályozásnak, az állami tulajdonlásnak egyéb formái is okozzák azt, hogy egy más modellről van szó. És végső soron ugye ez a modell a tőkés gazdaság működését összehangolja a jóléti rendszer, a szociális védőháló fönntartásával. Ami, mint tudjuk, néhány év, másfél évtizeddel ezelőtt valamennyire vissza lett nyesve az úgynevezett Hartz reformok időszakában, viszont nem régiben meg új elemmel bővül, hiszen egészen a közelmúltig Németországban nem volt minimálbér, most pedig van. Most pedig van, és ez egy nagyon nagy komoly előrelépés, most ugye nem régiben a minimálbér emeléséről is döntöttek. Mind német, mind európai szempontból ez egy fontos fejlemény, hogy Németország idáig eljön. Nyilván nem a német kapitalizmus az egyetlen Európában, tehát Európán belül is ugye sokféle modellről beszélünk,
ha ezt még lehet mondani, az északi modell az még szociálisabb, hiszen sokkal több alanyi jogú támogatást biztosít az állampolgároknak, sokkal sűrűbbre szőtt a védőháló. Németországban azért tegyük hozzá, az elmúlt másfél-két évtized következtében ugye elég jelentős dolgozói szegénységről is lehet beszélni, ami Észak-Európában sokkal kisebb mértékű. De nyilvánvalóan vannak más modellek is, lehetne ugye bőven beszélni Dél-Európáról, ami nagyon súlyos válságon ment, és tulajdonképpen még most is megy keresztül, vagy az angol szász modell, amely ugye egy kicsit közelebb van az amerikaihoz, különösképpen, hogyha a brit jövedelem eloszlást nézzük, akkor az sokkal egyértelműen nem a kontinentális jövedelemre emlékeztet, hanem inkább az amerikai modellre, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a csúcson levő 1% mekkora részét birtokolja a jövedelmeknek, illetőleg a vagyonnak. Az érdekes azonban az, hogy Németország tulajdonképpen a súlyából és a teljesítményéből következően is nagy hatás gyakorol arra, hogy az Európai Unió egészében ugye milyen modell támogat, nem véletlen, hogy az Unió szerződésében is definiálva van, hogy ez egy szociális piacgazdaság. Ez egy nagyon fontos kitétel, amiből aztán nagyon sok minden következik. Az unió szintű szociális jogalkotás, munkaidő irányelv, munkavédelmi irányelvek, és még lehetne sorolni. Bizonyos uniós pénzeszközök, mint a szociális alap, vagy a globalizációs alap, amelyek azt segítik, hogy a munkaerőbe, a humántőkébe való folyamatos beruházás lehetővé váljon az alacsonyabb jövedelmi országokban is, vagy azokban az országokban, ahol különféle világgazdasági sokok következtében átmenetileg nagyon nehéz helyzet áll elő. Nem akarom eltúlozni ugye ezeknek az eszközöknek a jelentőségét, sőt hozzá kell tenni, amit az általán már említett Wolfgang Streeck hangsúlyoz, hogy bizony a valuta unió működése az egy nagyon súlyos probatikál ennek az európai szociális modellnek. Az a fajta polarizáció, amely megfigyelhető akár a munkanélküli hátrák alakulását tekintve Észak és Dél-Európa között, és ennek nyomán ugye a szegénységi mutatóban, ez egy nagyon súlyos destabilizáló tényező. Az én megítélésem szerint nem megoldhatatlan, tehát lennének olyan eszközök elsősorban ugye egy uniós fiskális kockázatmegosztás, fiskális kapacitás formájában, amelyek elejét vennék ennek a fajta polarizációnak, és helyreállítanák tulajdonképpen minden eurózóna tagország keretében azt a képességet, hogy a jóléti állam ugye korlátozni tudjon három súlyos problémát, az egyik a munkanélküliség, a másik a szegénység, és a harmadik a jövedelem egyenlőtlenség. A legtöbb ország, amelyik a gazdasági stabilitását megőrzi, ebben a három kérdésben viszonylag eredményes tud lenni. Tehát ha a gazdaság hosszú ideig válságban van, akkor ezeknek az európai országoknak sincs csodaszerű arra, hogy a munkanélküliség, a szegénység és a jövedelmi egyenlőtlenség tekintetében komoly eredményeket mutassanak fel, vagy akár csak meg tudják őrizni a korábbi eredményeket. És végezetül nyilván ugye nem lenne teljes ez a kép, hogyha nem fókuszálnánk egy kicsit Magyarországra, és nyilván a később hozzászólók is meg fogják ezt majd tenni. Ha ugye az előbb mondottak alapján ugye egy kontrasztot állítunk föl az amerikai és az európai kapitalizmus modellek között, akkor azt mondhatjuk, hogy a 90-es években, tehát amikor Magyarországon ugye az úgynevezett piacgazdaságra való áttérés zajlott, akkor ezt az inspirációt elsősorban nem az európai modellek jelentették.
Ugye akkoriban az útmutatás, az átalakuláshoz sokkal inkább a nemzetközi valuta alap a világban nyújtotta olyan krízisek alapján, amelyek akkor a 90-es évek elején divatban voltak, és ez ugye magánhordozta a régeni thatcheri filozófiát, azt, hogy a gazdaság akkor fog jobban működni, ha minél inkább deregulált, liberalizált, és amit csak lehet, ilyen magántulajdonba adni. Tudjuk, hogy a 90-es évek első felé egy nagyon nagy gazdasági visszaesés kísérte, ugye ezt nevezte Kornay János transformációs válságnak. Később ugye jött egy helyreállítási periódus, amikor is ugye a fontos kérdés az lett volna, hogy nem csak mennyiségi értelemben helyre lehet állítani a válság előtti jövedelmi szintet, tehát a 80-as évek jövedelmi szintjét újra tudjuk elérni, hanem az, hogy minőségi értelemben hogyan lehet egy jobb, élhető modell teremteni Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy ugye az Európai Uniós csatlakozás ehhez elvileg adott egy lehetőséget. Abban a formában, hogy ugye az országoknak, ha csatlakoznak, át kell venni a levő joganyagot, kapnak követésre alkalmas és érdemes modelleket, az Unió egyfajta tapasztalat cserét is biztosít a jobb gyakorlatok elsajátítására, és nem utolsó sorban pénzügyi eszközöket, amelyekről már beszéltem. Szerintem sokan egyetértünk abban, ha azt mondjuk, hogy ez a modellkorrekció Magyarországon nem sikerült, sőt, ugye 2010 után éppen hogy egy olyan elkanyarodás következett be az európai főáramtól, amelynek a negatív következményei most már tényleg jól lehet látni sok fronton. Az egyik ilyen font maga a gazdasági növekedés, hiszen a magyar növekedés ugye azon államok körében, amelyek velünk egy időben csatlakoztak az Európai Unióhoz, tehát ez a Visegrád plusz Baltikum és Szlovénia, ez messze nem a legjobb, sőt inkább a leggyengébbek közé tartozik. Egyidejűleg, különösen az elmúlt néhány évben ugye egy komoly jövedelmi polarizáció következett be az újraelosztás reformja miatt. Tehát nem azért, ami miatt sok más országban polarizáció van, hogy tudni, a piaci jövedelmek polarizálódnak. Elsősorban nem ezért van Magyarországon jövedelmi polarizáció, hanem azért, mert az adórendszer és a juttatások rendszere olyképpen változott meg, hogy a korábbi kedvezményezetteket, az alacsonyabb jövedelmi ügyműveket sújtotta. És harmadsorban ugye kell beszélni arról, amiben még inkább lecsapódik egy ilyen negatív változás, ez pedig a jelentős mértékű elvándorlás, emigráció, ami Magyarországon 2011 után gyorsul fel. Nyilvánvalóan a bérkérdés az az egyik fontos tényező az elvándorlás mögött, de azt gondolom, hogy a helyzet ennél általánosabb, ha migrációról beszélünk, és akkor nyilván fogja erről majd bővebben, ugye a várakozásoknak nagyon nagy szerepe van. Számíthatok-e arra, hogy később jobbra fordul a helyzet. Az emberek letesznek erről, lemondanak arról, hogy pozitív változás következhet be, akkor nyilván megindul az elvándorlás. Nyilván vannak ennek külső okai, tehát az, hogy éppen 2011-ben nyílt meg az osztrák és a német munkaerőpiac a legális munkavállalás előtt. Ez is egy fontos tényező. Nagyon nehéz lenne teljes egészében szétszámozni, hogy mi az, ami ugye a külső, belső ok elműködni, azt gondolom, hogy ez a bizonyos zsákutcás modell, ez egy fontos szerepet játszik ebben. Ebből következik az is, hogy egy-két egyszeri béremelés ezt a problémát nem oldja meg. Nyilvánvalóan fontos az, hogy Magyarországon dinamikusabban nőjenek a bérek, és főleg az alacsony keresetűek kapjanak több támogatást. De ugye megint nem csak mennyiségi kérdésről kellene beszélni, hanem minőségiről, hogy van-e érdemi szociális párbeszéd, és attól tartozik, hogy Magyarországon nincsen érdemi érdekegyeztetés a felek között, messze nem kielégítő ennek a működése, és nyilván lehetne még sorolni
hogy milyen mértékben kerülhet az elmúlt években hátrányosabb helyzetben a munkavállalók és a különféle marginalizált társadalmi csoportok. Mert valamilyen formában a kritikai elemzésnek azt gondolom, hogy egy átfogó képet kell adnia, tulajdonképpen a kapitalizmus kritikai elemzése nélkül egy érdemi, előremutató modellkívó korrekcióról sem lehet beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon szépen köszönöm a Kondor Lászlónak a értékes előadását. Én nagyon szeretném, hogyha nem maradnának az itt hallottak zárt körben. De egyébként úgy jól el vagyunk egymással, de ki a maga területén ajánlatos lenne, hogyha tovább vinni ezeket az ügyeket, ezeket a gondolatokat, még akkor is, hogyha nem tudja valaki futira visszaidézni, hogy ki mit mondott, de legalább azt, hogy itt van egyfajta műhelymunka, hogy itt van egyfajta gondolkodás. Egyben biztosak lehettek, hogy képviselőtársaimmal, mert hogy vannak itt egy páran a nézők között, Demeter Márta, Harangozó Tamás és Szerénysége, mi biztos, hogy a frakció felé el tudjuk vinni. Itt ül Szabi Tévi barátunk, aki biztos, hogy az Európai Parlament irányába ezt el tudja vinni. És hát abban bízunk, hogy Erős Gábort meghallgatva, a szociológus kollégámat meghallgatva, a párbeszéd irányába is el fogja vinni a itt hallottakat, úgyhogy fel is kérlek akkor a referátumod megtartására. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást először is és a lehetőséget. Valami olyan dologról fogok beszélni röviden, amiről órákat lehetne, de akkor csak gondolatébresztő jelleggel. Egy elég friss könyv, egy 2015-ben megjelent könyv, amely magyarul még nem jelent meg, ugye angolul jelent meg egy brit szerző tollából, és magyarul még csak az a cikk, amiben röviden összefoglalja a fő téziseit, az jelent meg a 2000 című lapban idén augusztusban, úgyhogy tulajdonképpen egészen friss, amit mondok, miközben azok a jelenségek, amikről Paul Mason, mert róla van szó, beszél, azok természetesen évtizedek óta jelen vannak körülöttünk, és az ő tétele az épp az, hogy lappangó módon tulajdonképpen egy új világrend van születőben, és ez az új világrend, ez fogja felváltani a kapitalizmust, de nem azon a módon, ahogy korábban a kritikai elméletek ezt elképzelték, vagy akár a munkásmozgalmak, vagy akár a baloldali pártok. Tehát nem fölülről, és nem is a barikádokon, és nem is az általános sztrájk eszközével, hanem valamilyen egészen más módon. A szerző a saját elméletét posztkapitalizmusnak nevezi, tehát a kapitalizmus utáni világ jellemzőit gyűjti össze, és ahogy mondtam, arról beszél, hogy ezek a jellemzők, ezek tulajdonképpen már most itt jelen vannak, csak nem veszük észre őket, ahogy annak idején, amikor a feudalizmusból a kapitalizmusba való fokozatos átmenet lezajlott, akkor tulajdonképpen a feudális társadalom, a hüvéri társadalom már a méhében hordozta a kapitalizmust, csak ez egy hosszú történelmi folyamat volt, és most egy hasonló történelmi folyamatnak vagyunk voltak éppen már a közepén, és ennek az egyes elemeit igyekszik ő azonosítani. Az a másik tétele, most csak úgy sorolom a tételeket, és akkor a gitárra, hát arra remélem lesz, hogy a gyerekeim elég türelmesek, és kivárják a végét, és tudunk még beszélgetni a végén. Szóval egy másik tétele az, hogy ezeket a folyamatokat, amelyek már évtizedek óta, sőt tulajdonképpen évszázadok óta léteznek, ezeket felgyorsította, felerősítette a 2008-as válság. Ezzel mondjuk nem mondok nagyon sokat, de azzal talán már igen, és akkor magáról a posztkapitalizmusról is beszélnék, hogy mik ezek a folyamatok. Alapvetően itt lesz majd egy előadás a közösségi gazdaságról, olyan közösségi típusú, tehát demonetarizált, tehát nem pénzen, tőkén, hitelen alapuló társas kapcsolatok és információ csere, amely tulajdonképpen
az egész életünket behálózza, és a hálózat szót sem véletlenül mondom, tehát hálózati alapon, tehát nem hierarchikus alapon, ahogy egy társadalmi hierarchia felépül, vagy a vállalatok hierarchiája felépül, vagy a, igen, a társadalmi piramis, hanem hálózati alapon működő információcsere, és nem pénzalapú, közösségi alapú gazdaság, és ennek a különböző formái azok, amelyek jellemzik ezt az újfajta posztkapitalista társadalmat. És ez a párhuzamos társadalom, ami mindig is jelen volt, az a 2008-2009-es válság következtében felerősödött, ugye a GDP visszaesésével, tehát tulajdonképpen maga a gazdaság valóban zsugorodott, és miközben zsugorodott a klasszikus kapitalista gazdaság, közben például Görögországban erről is beszél konkrétan, ugye arról az országról, amelyet a legjobban sújtotta, talán a legkeményebben sújtott ez a válság. Felerősödtek olyan korábbi elszigetelt jelenségek, mint például a szövetkezetek, ilyen helyi alapú szövetkezetek, akkor a telekocsitól kezdve az ingyenes családi napköziig, egy csomó olyan közösségi jellegű tevékenység, amelyeket, és ez a lényeg, posztkapitalista jelzővel illethetünk, mivel ugye nem pénz alapon működnek, és nem tőke alapon működnek. Egyébként is, ezt mondja ő, a munkásmozgalom, egy kicsit provokatív állítás itt egy szakszervezeti székházban, de a munkásmozgalom és a szakszervezetek ereje megroppant, úgyhogy korábban, amire képesek voltak a szakszervezetek, hogy kiharcolják a béremelést, ugye erről Andor László is beszélt, arra az utóbbi évtizedekben jellemzően nem voltak képesek. De aztán mégsem szavazzák le a tőke érdekeit képviselő kormányokat, és mégsem tört ki a forradalom, hanem van egyfajta ilyen ugye grassroot, tehát alulról építkező forradalom, ami zajlik, és szép csendben lecseréli a tőkés rendszer. Hogy az automatizálás, erről is sokat beszélünk, az információs társadalom kialakulása, ezek olyan alapvető dogmákat kérdőjeleznek meg, amelyek ugye egyszer a kapitalizmusnak és a kapitalizmus, klasszikus kapitalizmus kritikának is az alapvető dogmái, ugye a munka és a bér összefüggése, a szabadidő és a munka közötti határ, az is elmosódottabbá válik. Felborítja az információs társadalom a korábbi átképzési mechanizmusokat, amelyek alapvetően hát ugye egy klasszikus elmélet szerint a piaci alapon zajlanak, persze azt viszont tudjuk, és erről beszél a Mézon is, hogy a monopolkapitalizmus időszakában ez már felborul, de az információs társadalom és az egymással megosztott tudás és információ az pedig ezt a korábbi monopolkapitalista, vagy a most még domináns monopolkapitalista rendszert is megkérdőjelezi. És csökken a munkaerő iránti kereslet, tehát gyakorlatilag kevesebb munkáskézre van szükség. Ugye erről is beszélt Andor László, hogy Németországban erre egész rugalmasan reagált a politika és a gazdaság azzal, hogy a munkaidő csökkentését vezették be. Zárójelben a párbeszéd, ugye a négy napos munkahét mellett nem csak az alapjövedelem, hanem a négy napos párbeszéd Magyarországért a pártnak itt képviselek, amikor éppen nem szociológusként beszélek, a négy napos munkahetet is a zászlajára tűzte. Beindult a közösségi megosztáson alapuló hálózati gazdaság, és egy nagyon érzékletes példája az, hogy a Wikipédia, nem tudom, tegye fel a kezét, aki már egyszer legalább a Wikipédián keresett rá valamire, vannak itt olyanok, azért többség. Azt mondja, hogy a Wikipédia az évi 3 milliárd dollárnyi, az mennyi forintban, nagyon sok, sok száz milliárd forintnyi, majdnem 1000 milliárd forintnyi árbevételtől, a virtuális vagy potenciális árbevételtől fosztja meg azokat a cégeket, amelyek ugye ebből a tudásból nem tudnak profitot termelni, hiszen a Wikipédia az közösségi alapon működik. Mindenki önkéntesen dolgozik, önkéntesen szerkeszti a szócikkeket, amelyekre mi azt mondjuk, hogy hát nem olyan megbízható, hiszen bárki szerkesztett, és aztán mégis a Wikipédián keresünk, még hogyha a meleg napvilágnak vannak is kritikai megjegyzései, akkor is a Wikipédián keresünk, és ez egy 3000 milliárdos piacot végül is megszüntetett.
ez a közösségi alapú tudás terme, és ez az egyik példája. Helyi pénzek, időbankok, szövetkezetek, telekocsik, családi napközi, de hogy mondjuk egy magyar példát, ugye, mert hogy itt nem valami fajta egészen új dologról van szó, amikor Kalákába építik, meg szerintem ma is, de hogy a szocializmus idején ugye egymás házát az emberek, hát ott is ugye az se egy bérmunka alapú tevékenység, és mégis egymás házát építettük. A termelési költség, ez nagyon fontos, és a csereérték nélküli áruk jelennek meg. Tehát itt volt a Wikipédia, de hogy más böngészők vagy szoftverek ingyenesen hozzáférhetőek. Nincsen ugyan ingyen elő, de van ingyen zene, ingyen szoftver, és így kialakul ez a közösségi gazdaság, amely már nem pénz alapú. Csökkent a munkaerő iránti igény, de nő az információ, most sietek, mert már kevés időm van. És ugye itt tulajdonképp az a küzdelem, ami zajlik, ez szerint az elmélet szerint, az továbbra is egyfelől a kapitalisták, másfelől a nép között zajlik, csak másféle értelemben, olyanféle értelemben, hogy a kapitalista világrendszer, a tőkések és az állam szövetségre lép egymással, hogy védje ezeket a monopóliumokat, például, hogy a szellemi javak ingyenességét megakadályozza. Például ne lehessen ingyen letölteni zenéket, ugye? Ebben a zeneipar és az állam, hogy államok szövetségre lépnek egymással, miközben egyébként egyre inkább terjed mégis az ingyenesség, és gyakorlatilag megállíthatatlanul terjed. És a cégek épp azért, hogy ezeket a monopóliumokat fenntarthassák, géprombolóvá válnak, tehát a modernkori ludditák, ezek a cégek valójában fékezik ezt az információs fordulatot. Mert az információ, ahogy ugye mondtam is, nehezen forintosítható vagy dollárosítható. Most akkor átugrok egy kis részt. Ami érdekes az, hogy miközben Marxnak a klasszikus kapitalizmus kritikájával szemben fogalmazza meg a maga alternatív elméletét, a közben ő is, nincs olyan nap alatt, Marxra hivatkozik, csak nem Marxnak a jobban ismert műveire, hanem egy töredékre, a gépekről szóló töredékre, ami egy 1858-as írása, és amiben a telegráftól kezdve különböző gépeket, ilyen szofisztikáltabb, bonyolultabb gépeket vesz sorra, és azokról azt mondja, hogy nem az előállítási költsége, hanem a bennük felhalmozott tudás teszi őket értékessé. És ehhez hasonlítja a Marx által leírt mindjárt, még másfél percet kérek, gépeket hasonlítja a mai szoftverekhez, hogy ezek a szoftverek is ilyen gépek, amelyeket a bennük felhalmozott tudást tesz értékes, és ugye az érdekes, hogy ezek egyre inkább ingyenessé válnak. Az a fajta, hát igen, utópia, amit megfogalmaz, azt ő úgy nevezi, ez egy ilyen ideiglenes név, hogy zero projekt, vagy igen, terv, és nagyon fontos, nem beszéltem róla, de majd a Gergő majd beszél, a nulla szén-dioxid kibocsátás, tehát ez egy nagyon erős ökopolitikai ihletési elmélet, tehát ne feledkezik el arról, hogy miközben itt várjuk ezt az évszázadok alatt lassan lezajló fordulatot, a közben a saját rétfeltételeinket számoljuk föl, tehát zéró szén-dioxid kibocsátás, zéró marginális költségű gépek, termékek és szolgáltatások, vagyis zéró környezetszennyezés, zéró ár és zéró munkaidő. Hogy ez az a talán évszázadok alatt megvalósuló utópia, ami felé ezek a folyamatok mutatnak. És így szép fokozatosan anélkül, hogy észrevennénk, és anélkül, hogy a kormányok vagy a munkásmozgalmak harcolnák ezt, ilyen homo economicus, egy ilyen homo societatis-szá alakul át. Persze időközben azért nem szabad elfeledkezni a pénzügyi rendszer, a globális pénzügyi rendszer társadalmasításáról, az információs technológiák terjesztéséről, és ugye arról, hogy ezek a egyenlőtlen társadalomban egyenlő módon hozzájárulnak el, illetve ezeknek a haszna és erényei, és a munkamennyiség csökkentéséről, amit részben az alapjövedelemmel, részben a négynapos munkahéttel és egyéb más ilyen intézkedéseket természetesen az állam is elősegíthet. És akkor befejezem meg, mert a vitavezető fel is elkezdődött.
akkor jó. Melyiket szeretnék? Én nem akarok fölállni. Akkor a Morva Judit következik, akik úgy konferáltam föl, hogy baloldali aktivista, már most ide. Baloldali aktivista, ezek biztosan. Én nagyon messziről fogom elindítani magát, hogy a benne a témám is az, hogy... Most igen. Tehát messziről fogok indulni, mert eleve a téma címem is emancipáció, munka és a nők helyzete a társadalomban. Most először is kezdjük ott, hogy mit jelent az, hogy emancipáció, és itt egy nagyon automatikusan Marxra tudunk visszamenni. Egy olyan társadalom és egy olyan felszabadult ember és társadalom felé akarunk menni, ugye a harmonikus jövő, az majd azt fogja mutatni, amikor vége lesz az osztálytársadalmakra jellemző kényszermunkának. Mert az osztálytársadalmakra a munka szempontjából talán a legfontosabb, hogy ilyen-olyan eszközökkel kényszerítenek embereket munkavégzésre. Tehát egy kisebbségi csoport az eléri, hogy olyan nehéz, piszkos, monoton munkákat, amit ő nem akar elvégezni, azt mások viszont elvégezik. Most ez egy ugye egy hosszú-hosszú folyamat, mert hát itt több évezredekben gondolkozunk, és amikor a keynesi jóléti kapitalizmus volt az uralkodó társadalmi berendezkedés, akkor már úgy tűnt, hogy ez a jóléti társadalomban már mindenki kreatív, meg kellemes munkákat végez, és hogy ez a kényszer sem el fog tűnni. És csak egy dolog utalta arra, hogy szó nincs semmi ilyen fejlődésről, ez pedig a tömeges vendégmunkások behozatala. Tudjuk, egész Európában az a mai, az a helyzet, ami már kialakult és ilyen feszültté vált, és amire, hogy úgy mondjam, a menekült áradat rátelepedett, az az a társadalom, amiben behívták. Tömegesen behívták. Tehát a saját dolgozókra azokra érvényes volt, hogy igen, kreatív munka és így tovább, a külföldieket viszont behívták, és azokkal végeztették el olcsón ezeket a nehéz, biztos, monoton munkákat. Na most, hogy képzelhető el, hogy ezek a kényszermunkák lecsökkenjenek, hogy kevesebb ilyen kényszermunka legyen? Hát az egyik ez a bizonyos anyagi egyenlőtlenség csökkentése, amiről ugye Andor László is beszélt, Gábor is, erre mindenki állandóan hivatkozik, hogyha persze nem lenne ilyen kiélezett az egyenlőtlenség, akkor nem lehetne az embereket kényszeríteni a munkára, hiszen egy magabiztosabb pozícióban ülnének, a felső réteg sem lenne annyira gazdag, hogy mindenki a legdurvább eszközökkel is kényszeríteni tudjon. Hát ugye azt látjuk, hogy nem e felé haladunk, hanem épp fordítva az utóbbi 25 év az pont azt mutatta meg, hogy hát igen, a kényszermunka helye az még nőtt is. Meg kell mondani, hogy magában a mi magyar szocialista időszakunkban is, ugye megpróbáltak egy ilyen 1-4-5-szörös bérarányt fenntartani. Őrületes nyomás volt afelé, hogy ez ne így legyen, hanem éleződjenek ki az egyenlőtlenségek. Állandóan is, hogy ez a meritokrácia. Én, aki tanultam, én, aki olyan fontos munkát végzek, hiszen én vagyok a, nem tudom kicsoda, a hajaken, hát én miért keresek alig 4-5-ször többet, mint a másik, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy én többet keresek? Tehát ez az anyagi egyenlőtlenség, ez egy alapkérdés, és szerintem, ha a baloldal ezügyben nem kezd el lépni, akkor semmi. De most a nők ebben a témában, ne felejtsük el, hogy a mai napi 3-4 órával átlagosan többet dolgoznak, mint a férfiak, és 20-40%-kal alacsonyabb a bérük, és a nyugdíjuk is. És erre soha senki, se a szocializmusban, de a nagyos igen, a próbáljuk, de tenni nem tesz senki, Jó. Na most hát ez az egyik, amiről ugye, hogy úgy mondjam, ez közismert, hogy a kényszermunka egyik, amire kevésbé figyelünk oda, az maga a technikai fejlődés. Ma úgy állítjuk be a technikai fejlődést, hogy jesszusom, hát ha jönnek a robotok, akkor kirakják az embereket a munkájukról, és még nagyobb lesz a nyomor. És ebből nem azt szűrjük le, hogy hát a kapitalizmus meghaladta önmagát, hanem azt szűrjük le, hogy akkor ne jöjjenek a robotok, és nagyon olcsó bérekkel dolgoztatunk emberek. Ez a dolgoztatunk embereket, megint a nők azok, hogy úgy mondjam, első pápolyban ülnek, és dolgoztatják őket,
hiszen pontosan tudjuk, hogy a harmadik világban az a textilipar, ami oda telepedett, az elektronikai, meg mindenféle modern iparágok, egész fiatal nők tömegeit dolgoztatják a lehető legalacsonyabb bérekért. Tehát a technikai fejlődésnél is ugye arra kéne a bal oldalnak állandóan felvinni a figyelmet, hogy csak olyan technikai fejlődést kell ma már bevezetni, nem azt, ami a kapitalizmusnak megéri, tehát csökkennek a költségei, ergo fejleszt. Nem. Olyan fejlesztéseket is meg kell csinálni, ahol neki lehet, hogy nem csökkennek a költségei, de az emberek kevesebben dolgoznak, vagy kevesebb nehéz munka van, piszkos munka és monoton munka. Mert azt nem szabad elfelejteni, hogy ami ilyen kényszerek fönnállnak a társadalomban, tömeges kényszerek, még azért milliós, meg százmillió tömegekről beszélünk, akiket kizsákmányolnak, addig ez a kényszer, ez az erőszak, ez máshol is meg fog jelenni. Tehát ez be fog futni olyan háborús viszonyokba, olyan emberellenes gyűlöletekbe, ami elkerülhetetlen. Tehát nem véletlenül tényleg mondta Marxtól kérdezve mindenki, hogy a kényszer fel kell oldani, és a technikai fejlődésben ezt kell végre elősegíteni. Tehát a valós modernizáció az nem kapitalista modernizáció, tehát nem csak a költségek olcsóbb átételéről szól, hanem egész másról is. Eddig ugye két olyan dologról beszéltünk, amikor úgy mondjam eléggé hagyományos, a lehető leghagyományosabb marxizmus, és akkor nézzük meg, hogy a feminista marxisták, vagy a marxista feministák, azok mit tettek hozzá ehhez a hagyományos, mert ugye eddig ugye az volt, hogy egyenlőtlenségek és technikai fejlődés, kifejezetten az olcsó bérek és a legolcsóbb munkaerő által elvégeztetett munkák kiváltására. Most mit tettek hozzá ehhez a feministák? A feministák ilyen 20-30 éve hozták be azt a nagy követelést, hogy fizetett munka, különböztessük meg, hogy a fizetett munka és nem fizetett munka. Ugye a nők otthon vannak, ők a háztartásbevek, ez a 19. század második felétől van csak így egyébként, régen egyszerűen nem így volt, és a kapitalizmus a nőkkel szemben egy sokkal magasabb kizsákmányolást jelent, mint a, még a korábbi társadalmak, pedig azok is patriarchátus és kizsákmányolt társadalmak voltak. De a nőt ugye otthon nem egyszer kiszorították a fizetett munkákból, és ezzel a fizetett munkák fölértékelődtek, mert a kapitalizmus csak azt teszi figyelembe, a nem fizetett munkák, tehát a nők által végzett munkák leértékelődtek. Tehát amikor a nők elkezdték követelni, fizessék meg az otthonmaradást, akkor az nem csak arról szól, hogy most egy ilyen-olyan fizetés, ugyanúgy, mint ma az FNA. Tehát nem arról szól, hogy most egy ekkora összeget oda kell adni, hanem hogy fölhívni a figyelmet, hogy a kapitalizmus keretei között bizony vannak olyan alapvető társadalmi feladatok, amik nem férnek be a fizetett munkákba, de ugyanakkor elengedhetetlenek. Tehát arra hívjuk fel a figyelmet, és a bal oldalnak szerintem ezt a tudatosodást kell elősegíteni, hogy igen, a kapitalizmus az egy társadalmi berendezkedés, és ehhez képest egy csomó feladatra egyszerűen nem képes megoldást adni. Na most ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen nem is értjük meg egy liberális vagy egy neoliberális koncepcióval, hogy hogy működik egy modern társadalom. Mert a modern társadalomban ugye ott van az oktatás, az egészségügy, a szociális bérlakások, ez egyszerűen azok a tömegközlekedés, hogy más nem mondjam, ezeket nem lehet piacosítani. Most a neoliberalizmus nagyon megpróbálta, hogy piacosítsák, ez nem sikerült. És ettől itt vagyunk a teljes távozva. Na most nekünk baloldaliaknak erre rá kell, hogy úgy menjen Szóval ezt a fizetett, nem fizetett feminista koncepció, munkának a feminista koncepcióját, ezt ki kell terjeszteni és bemutatni, hogy mennyire a magyar társadalom, egyáltalán a kapitalista társadalom mennyire nem képes modernizálódni, mennyire túlhaladó, és hát jussunk már túl rajta, hogy úgy mondjam. És mindjárt ugye végzek. Tehát anyagi egyenlőség, valós emancipációs technikai fejlődés és egy jóléti társadalom vagy állam. De most, hogy itt a társadalom vagy az állam lesz erősebb, tehát egy központosított vagy fordítva, egy decentralizáltabb formában fog megvalósulni,
annak a figyelembe vétele, hogy egy csomó tevékenység kapitalista keretek között ma már nem működik, hát ez majd alakul. Mit akarok még mondani kifejezetten csak női szemmel? Munkaidő csökkentés. Ebben a napi és a heti munkaidő a legfontosabb a nők szempontjából, mert ha ez lecsökkenne, azt tenné lehetővé, hogy a férfiak is részt vehessenek, és aktívan bekapcsolódjanak a gyereknevelésbe. Ugye? Hát a 8 óra munkával jelent meg az apa, mint társadalmi figura. Mert amíg 10-14 órákat dolgoztak a férfiak, addig ez nem volt. A másik, hogy ahhoz, hogy egy ilyen erőszakos társadalmat föntartsunk, ahhoz ez az oszd meg és uralkodj, de nagyon fontos. Na most ugye vannak a vallási, a nemzeti különbségek, a vidék, a város, az öregek és a fiatalok, de nagyon ritkán fejjelő veszik azt be, hogy a nő-férfi ellentét kérdése az is az osztályharc része. És az is egy nagyon komoly koncepció mentén megy. Tehát konkrétan az a prostitúciós, tömeges prostitúció, amivel ma a neoliberális időszak alatt elárasztották egész Európát és az egész világot, és az a szintű pornográfia, az igen, az az osztályharc része. Most ezt is a feministák mondják ki, és erre nagyon jó lenne, ha baloldal egyszerűen odafigyelne, és meghallaná. Ugye ez nem egy véletlen jelenség, hanem hát ez egy nagyon akart zsita. Tehát a tudatosítás, én azt hiszem, hogy a baloldalnak meg a baloldalnak a legfontosabb része az, hogy tudatosítsuk, mennyire egy közös társadalom megjelenik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Itt köszönjem meg mindenek előtt Andor Lászlónak a felvezető előadást, Laci előtt feljegyezte, hogy nem tud végig velünk maradni. Nagyon szépen köszönjük, Laci, az előadásodat és a részvételedet. A baloldali tömörülés elnöke következik, Hegyi Gyula barátunk, aki a nagy kapitalizmus, kis szocializmusról tartott egy korreferátumot. Köszönöm szépen mindenkit, szeretettel köszöntök én is, és azzal kezdeném, hogy ahhoz képest, amiről beszélni akartam, egy új gondolattal nyitnék. Ennek az az oka, hogy két nappal ezelőtt jöttem meg Szingapúrból, és egyszer nem tudok szabadulni attól az élménytől, amely mindenkit, aki ebbe a nagy szegényház, a kis szegényházba a világ második leggazdagabb országába állandóan érkezik. Ahogy megérkeztem Szingapúrba, és kimentem a folyóra sétálni, az első dolog, amiben beleütköztem, az bármilyen meglepő Deng Xiaopingnek a szobrából, amiből nyilvánvaló volt számomra, és itt a fölirat is volt rajta, amely ezt elmagyarázta, hogy bár ugye Kína névleg még ma is egy kommunista állam, Szingapúr meg egy erősen jobboldali antikommunista állam, bizonyos dolgokban nagyon régen egyetértettek egymással, ez pedig az, hogy a piacgazdaság mellé kell egy erős állami tervezés, egy nagyon erős állami gazdaságpolitika és a nemzeti érdekeknek a szigorú érvényesítése. Ez az a fajta kapitalizmus, amely még hogyha nyilván nagy szociális áron is, és talán a demokrácia korlátozásával is, de valóban megszüntette a més éjséget és nyomort Kínába, és Szingapúrt a világ egyik vezető országává. Sajnos nálunk a rendszerváltozás pályán éppenséggel lebontották az állami tervezést, lebontották az állami gazdaságpolitikát, és hát a nemzeti érdekek érvényesítése helyett éppenséggel a különböző tőkei bankok előtt teljes fegyverletétel következett be. Tehát problémáink egy része a kapitalizmusból lehet, de a másik része meg abból, hogy olyan kapitalizmus kaptunk, választottunk, Andor László erről beszélt, amely a legkevésbé sem a magyar társadalmi érdekeit szolgálta. De ha az ilyen címkéknél tartunk, akkor az is eszembe jutott ez a Kína-Szingapúr, ugye a két világ, kis ország és nagy ország, de mind a kettő a gazdaság élennyára fejlődésben, ellentétpárként mondjuk Haiti és Észak-Korea. Hányszor halljuk, naponta százszor, hogy Észak-Korea mutatja, hogy a szocialista gazdaság vagy a kommunizmus milyen csődbe viszett egy országot, de sose hallunk arra, hogy Haiti-ben mondjuk liberális piacgazdaságban, és ugyanolyan nyomort értek el ezzel, mint Észak-Koreában a kommunista elvekkel. Ha megnézzük a világ 50 legszegényebb országát, mindez 50 legszegényebb országban
piacgazdaság, kapitalizmus van, a létező, még néhány létező szocialista ország egyikeset szerepel a legszegényebb 50 ország között. Azt mutatja tehát, hogy az érvelésünkből is hiányzik az, hogy amikor egy szegény, nagyon szegény elmaradott országban kapitalista rendszer van, hogy azt ne szegénynek, fejlődőnek, elmaradottnak, hanem kapitalistának nevezzük, mert nem csak Svédországban, hanem Haitiba vagy Zimbabwébe is kapitalista társadalom él. Ugye annak a neoliberális ellenforradalomnak, amelynek mindannyian áldozatai vagyunk, lényegében a két legkártékonyabb, de egymással szigorúan összefüggő jellemvonása volt az, hogy a hasznot azt privatizálják, míg pedig a költségeket a társadalomra terhelik. Tehát a gazdálkodásnak a haszna a nagy töké, a környezeti, szociális, plusz a hozzá szükséges feltételek, mint oktatás, egészségügy, azt pedig a társadalomnak kell előállítani, részint egy országon belül, részint pedig elmaradottabb, kizsákmányoltabb országok társadalmának a megkárosításával. Azon lehet vitatkozni, az Európai Unió mind a kettőt csinálja, ugye Németország haszonélvezője a euró övezetnek és ilyen értelemben kvázi kizsákmányolja a szegényebb EU tagállamokat, ugyanakkor egy redisztribúció igen hozzá is járul valamilyen szinten azoknak a fejlődéséhez. Az elmúlt évek és Simon Gergő barátom erről már részletesebben fog nyilván beszélni, bebizonyították, hogy gyakorlatilag nincs olyan, hogy tisztességes nagy tőke. Ha végignézzük azt, hogy az ilyen jó nevű cégek, mint mondjuk a Volkswagen, egyszer úgy csaltak a dízelmotor értékeivel, hogy nyugodtan rákkeltő anyagokkal 10 és 10 millió embert meg lehessen betegíteni, mert átállították azt a mérőszerkezetet, amely kimutatta volna, hogy mennyi a káros anyag kibocsátás. Ha megnézzük, hogy a Monsanto milyen visszaélésekkel él, hogy a GM-ot a világra kényszerítse, ha megnézzük, hogy a Samsung hogyan hamisítja meg a termékeit, hogyan alkalmaz gyermekmunkát, akkor látjuk, hogy ez jellemzi ezeket a cégeket. Luxemburgban ugye kiderült a Szanyi Tibi barátunk erről többet tudna Európai Unióról mesélni, nem mesélni, mert igazat mondani, hogy a Luxemburgban évi 70 milliárd euró, azt megpróbáltam kiszámolni, 2000 milliárd forintnyi adócsalás, adókerülés követnek el a nemzetközi nagyvállalatok, a jó nevű nemzetközi nagyvállalatok, azzal, hogy ott jegyezték be magukat, és így megúszták az adófizetést. Azt kell látni itten, hogy nem arról van, hogy személyes bűnről van szó a nagyvállalatok részéről, olyan a rendszer, hogyha az egyik nem csinálna ezt, akkor a többi vele szemben előnybe jutna. Tehát amikor ezek a nemzetközi nagyvállalatok nem fizetnek adót, szennyezik a környezetet, kárkodoznak mindannyiunknak, ezt azért tehetik meg, mert egy olyan pályán futnak, olyan pályán tevékenykednek, ahol nincsen állami és nemzetközi kontroll. Tehát nem a morális felháborodása válasz erre, hanem a rendszert kell úgy megváltoztatni, hogy igenis adófizetése kényszerítsen őket, igenis legyen egy állami és nemzeti kontroll szabályozás. József Attila azt írta, talán még megvan egyesekben a belső, hogy tőke és fasizmus jegyesek. Ha talán ma itt nem is tartanánk, hogy biztos igen, hogy a nagy tőke és a korrupció, a nagy tőke és a bűn, a nagy tőke és az adócsalás jegyesek, és olyan rendszert kell létrehoznunk, amelyben ezeknek az ellenőrzése megvalósul. Andor Laci is beszélt arról, hogy a potenciális baloldali szavazók, a baloldali pártok és a neoliberálisok összefonódása miatt hogyan csúsznak át a szélső jobboldalhoz. Meg kell persze mondani, hogy erre a jelenségre, hogy egy erősebb szabályozást kellene a piacgazdaságon, erre kétfajta válasz van, a szélső jobboldali a nemzeti bezárkózás, míg a baloldalnak lehetőség szerint potenciálisan egy globális, vagy legalábbis uniós szabályozást kellene érvényesíteni. És ma már ebben a világban, amiben élünk, nagyon-nagyon gáz, pozitív optimistának lenni. Én elben azt mondom, hogy mégis elben Európában most lehetséges lenne, ha mindannyian progresszív módon tudnánk gondolkodni, lehetséges lenne egy pozitív szenárió azzal, hogy a
szociális környezetvédelmi szabályozás legjobban elutasító egyesült királyság kikerül az Európai Unióból, hogy a új amerikai elnök valószínűleg kevesebbet fog foglalkozni Európával, mint amennyi elődei foglalkoztak, nem lesz kötelező szabadkereskedelmi megállapodás. Tehát, hogyha a Brexit, a Trump nélkül Európa valóban visszatérne a szociális környezetvédelmi elveihez, a szociális piacgazdasághoz, ami az Európai Unió szól, akkor talán elven sikerülne jobb helyzetbe kerülnünk, ehhez persze az is kell, hogy a különböző országokban a szélsőséges erők győzzenek. És akkor végül, amit a címnek adtam, ahhoz látom a 8 percet, amit a végén a címhez adtam, ahhoz visszakanyarodnék, de Erős Gábor nagyon sokat beszélt már róla. Amit ő arról beszélt, hogy társadalmi hálózat, azt én azt nevezem tulajdonképpen kis szocializmusnak, hogy a kapitalizmus keretei között minél olyan, több olyan ágazatot, területet kell megragadni, amely nem a profit elvén működik. Talán pénzelben működik, de nem a profit elvén. Ugye kézen fekve erre a tömegközlekedés. Attól, hogy a véletünk nem fogunk többet foglalkozni, csak azért, mert ingyen van, addig használjuk, amíg a józan eszünk alapján közlekedünk el. Vagy még eklatásabb példát mondjak, ha ingyenes a fogorvos, akkor se fogunk beülni oda, hogy elszúrakozunk. A fogorvosi székbe ülve, akkor megyünk oda, amikor nagyon kell. Nyilvánvaló az egészségügy, az oktatás, a szociális ellátásnak ilyennek kell lenni, és ilyen nagyon fontos a munkavállalói tulajdon. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az Egyesült Államokban a Public Supermarkets 180 ezer dolgozót alkalmaz egy munkavállalói tulajdonban levő kezdeményezés. A spanyol Mondragón egyik a spanyol 10 legnagyobb spanyol vállalatnak 75 ezer alkalmazottal, lényegében főiskolát üzemeltet a dolgozóinak, és még Andor Lácival meg is látogattuk őket, és nagyon jól működnek. Záró gondolatként, tehát azt mondanám, hogy ha kapitalizmus van, ha nem tudjuk holnap leváltani, akkor a szocialista mozgalomnak arra kell törekedni, hogy minél több kisebb területen alkossa meg. Gábor, amit mondott, a társadalmi hálózat és az állami ellenőrzés, a keményebb állami ellenőrzésnek együtt kell működni, és ilyen értelemben a hagyományos szociáldemokrata mozgalomnak, az alternatív baloldalnak, tehát ez lenne a párbeszéd, az összefogás lehetősége. Igen, köszönöm, én tartom az időt. Utolsó mondat, hogy a kapitalizmuson belül a tőkének vannak nagyon jól fizetett lobbistái, ügyvédei, kiárói, vagy szocialista, baloldali pártnak, pedig a kis emberek, a dolgozók kiárójának kellene lenni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm Hegyi Gyulának, és akkor most Berta Tibor kezdődik az előadók sorában, azon túl, hogy a Horváth elnök említette magamutatáskor, hogy ő orvos, és az egészségügyről és a piacgazdaság kapcsolatáról fog előadást tartani, én magam is kíváncsian várom. Jó, magam a rendszerváltás után születtem, ezért csak azoknak a személyes emlékeidet tudok hagyatkozni, akik átélték, elszenvedték, vagy akár tevőlegesen részt vállaltak ennek történelmi folyamat előmozgatásában. Sokakban nagy reményeket keltő lehetőségként jelent meg, melytől forradalmi, fundamentális változásokat vártak, mely az elmúlt évtizedek vártán megdőlni látszik. Egyik elnyomást egy másik, igaz a korábbitól jól elkülöníthető váltotta fel, a hatalmi viszonyok részben megváltoztak, de a szereplők egy része máig haszonélvezője, sőt, aktív részese a mai rendszernek is. Ettől kezdve az egészségpolitika irányait nem központi utasítás, hanem egy technokrata, értelmiségi, tekintélyuralmi struktúra határozta meg. A társadalom számára egy olyan torcképet sugárzott az egészségpolitika irányairól, mely megfeledkezett a 19. században kialakult fő politikai irányzat bárminemű máig tartó érvényességéről. Nem valós ideológiai különbségek alapján három fő irányzat,
szocialista vagy liberális, esetleg konzervatív szakpolitikai koncepcióját kínálta fel választási alternatívaként, hanem valójában egy, a nyugati világban hegemon neoliberális nézetrendszer, mely a decentralizációról, a privatizációról, a szabad versenyről és az alapvető emberi jogok látszólagos egyetemességéről szól. Tették ezt magukat jobb és baloldalinak, konzervatívnak és liberálisnak való kormányok, melyek koncepciói az alapvető dogmatikus hozzáállások tekintetében nem is voltak olyan különbözőek. De mit tévők legyünk, vetődik fel a kérdés. Forradalmi változásokra van szükség. A szabad orvosválasztást meg kell szüntetni. Mire alapozom ezt? Ötletemet a közoktatásból merítettem, Berényi Eszterbe, Kovics Balázs és az itt ülő Erős Gábor által jegyzett az iskolában rendezett gyerek, kiváltság és különbségtétel a közoktatásban című tanulmányában szóba kerülnek a szabad iskolaválasztás káros hatásai. Ennek az egészségügyi megfelelője a szabad orvosválasztás, mely csupán a gazdagok, illetve a jól értesült városi polgárság számára biztosítja a szabadságot. A regionális különbségeket növeli a vidék és a szegények kárára. A Magyar Orvosi Kamaráról is ez sem néhány szó. Ma Magyarországon kötelező az orvosi kamarai tagság. Nem volt ez mindig így, és hogyha rajta múlik, nem is lesz. Az orvostársadalom nem létező érdekvédelmi, szakszervezeti funkciókat társít a kamarához. Annak ellenére, hogy Éger István, a 13 éve szolgáló kedves vezető elmondta, hogy idézem, a kamara nem szakszervezet, semmilyen erőszakos lépés, sztrájkot, tüntetést nem szervezhet és nem is támogathat, idézett vége. Ha ilyen feladata nincs, technikailag kivitelezhető a funkcióinak ellátása más szervezeti struktúrában, akkor merem állítani, hogy már pedig erre a kötelező kamarára semmi szükség. De ha eddig eljutottunk, akkor ki kell mondanunk, hogy a korporatív, történelmileg fasiszta gyökerű testületekre úgy általában nincs szükség. A kötelező tagságot azonnal meg kell szüntetni a Magyar Orvosi Kamara, Nemzeti Pedagóguskar és valamennyi más kötelező tagságú köztestület esetében is. Magán és közellátásról is szeretnék beszélni. A magán és közellátás térben és időben el kell választani. Ki kell űzni a kapitalistákat a közellátó intézményektől. A közösségi patikarendszert kell kiépíteni. Elég volt abból, hogy a városokban busás profitra tesznek szer, a falvakban meg a legalapvetőbb gyógyszerek beszerzése is közel lehetetlen. Forradalmat az egészségükben. Ha gyökeres változást akarunk, akkor ne a legfelsőbb osztálytól várjuk a megváltást. Ha itt forradalom lesz, az a betegkorú srácok, a műtősnők és más egészségügyi szakdolgozók forradalma lesz. Az ő életükben és körülményeiken kell javítani, mely azonnal kihatással lesz az orvosok kivándorlásának egyik legfőbb okára, a méltatlan munkakörülményekre. Ha itt forradalom lesz, az orvostársadalom által méltatlanul alábecsült házi orvosok forradalma lesz, akikre a legnagyobb szükség van. Nem nyugodhatunk, amíg a legutolsó településről is meg nem oldottuk a tisztességes ellátást. Ha itt forradalom lesz, hullani fognak az orvostárok, és véget vetünk a pazarlásnak. Itt nem lesz nyugalom, amíg az egészségügyben a legutolsó szoba ki nincs festve, télen fel nincs fűtve, dolgozói ki nincsenek tisztességesen fizetve. Még van 5 percet, folytassam? Nagyon jó. Hát ez így nagyon rendben van. Nagyjából én is azt tapasztalom, hogy az egészségügy ma már csak arra hivatott, hogy azt a munkaerőt viszonylagosan karban tartsa, mint egyébként rohadtul ki tudnak másnak zsákmányolni. Körülbelül ennyi. Kedves barátaim, Meleg Attila, migrációról, egyenlőtlenségről és kizsákmányolásról fog következni. Melyik mikrofon kéne? Ezt kérem. Az jó. Köszönöm szépen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az első dolog, amit én azt gondolom, hogy a mai nap meg kell tenni, hogy pontosan 60 évvel ezelőtt szálltak partra Kubában. Tehát
Fidel Castro és harcos társai akkor már megtettek egy nagy utat. Fidel Castro egy újabb útra indult, de még annyira zseniális lesz, mint az első. Ezt szeretném legelsősorban. A következő az ehhez kapcsolódik egyenlőtlenség kapcsán, ha már szó van. Amerikai diákom múlt héten döbbenten mutogatta a grafikonját, meglepődve, hogy várható élettartamban Kuba és Belgium ugyanazon a pályán van. Miközben jövedelmileg nem ott vannak. Tehát itt valami van a kapitalizmusról, amit meg kell beszélnünk. Hogyan lehetséges ez, hogy valamelyik ország jóval szegényebben, jóval jobban teljesít szociálisan, mint a másik. Ez az amerikai diákunknak meglepő volt. Nekem már nem, én ezen már tudom. Következő dolog, hogy próbálom tényleg, mert ennél nehezebben, hogy tessék beszélni a migrációról 10 percben, ez körülbelül a világ, ez adnán, mint a világ körülbelül fél órában. Körülbelül ezzel a szinten kellene megoldanom. Ezért csak meg kell a pontokba foglalni. Az első dolog, hogy a migráció kérdésének a jelentőségét több dolog rendkívüli módon megemelte. Az egyik dolog, hogy a világ kapitalizmusa ciklikusan működik, ezt tudjuk már jó ideje, és egy viszonylag liberális vagy nyitott ciklusból most átmegy egy zártabb és autoritárebb ciklusba. Ezeket lehet követni, ezért van az, hogy nem csak Amerikában, Magyarországban, Lengyelországban, Törökországban, Oroszországban és Indiában van autoriter váltás, hanem ezekben mindegyütt. Ennek a fő oka nyilvánvalóan az, hogy azok a blokkok, amit 1914-ben már olyan jól megírt Bukharin, tehát amikor már blokkosan szerveződik a kapitalizmus, a blokkok közötti harc kíméletlen. És ez már nagyon sok mindent fejreállított, még több dolgot fejre fog állítani. Ebben a dologban van azonban egy másik, ami az előttem szólókhoz szeretnék egy picit hozzászólni ezzel, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon helyesen hívták fel a figyelmet arra, hogy újfajta termelési rendben megyünk át, aminek nagyon pontos jelzőszáma az, hogy a bérek jelentősége a GDP-hez képest szekulárisan csökken. Ennél nagyobb kihívás elé nem nagyon néztünk. Ez a migráció kérdését, ez nyomja fel a migráció kérdését hihetetlen módon. Ezért van az, hogy a migráció most, amikor a világtörténelme egyik ilyen váltója lett. Tehát ilyen sínek között áttett minket egyikről a másik pályára, például az autoriter pályára áttett minket. Annyiban vitatkozik az előttem szólókkal, hogy egy valamire nagyon kell vigyázni. Jelenleg, ha már ilyen jegyesekről van szó, a tőke és a technológia jegyesek. Egyelőre a technológiai fejlesztés és fejlődés a tőke kezében van, hogy mi ezzel tudunk emberi módon is bánni, attól az még nem jelenti azt, hogy ők mindent megtesznek az állami, a vállalati, az oktatási bürokrácia leépítéséért, a kórházak teljes átalakításáért mindent meg fognak tenni azért, mert számukra bizonyos imperatívuszok érvényesek, és erről leszoktatni őket szép szóval sem lehet. Ez csak rendszer kritikával és rendszer váltással lehet valamiképpen kezelni. A technológia akkor lesz barátunk, hogyha a rendszer megváltozik. Ez lenne a nagyon éles megjegyzése. Migráció. A migráció kapcsán egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet. És erre mindenkit kérek, hogy nagyon-nagyon vigyázzon. A baloldaliság számomra azt jelenti, egyszer valaki megkérdezett, de két dolgot jelent számomra. Az egyik az az, hogy én ezt nem választottam, hanem ebben belenőttem. Mégpedig nem tudtam leszokni arról, hogy ne komplexen elemezzek. Ha komplexen elemez az ember, akkor előbb-utóbb baloldali lesz, én megmondom előre. Ez azt is jelenti, hogy a baloldaliság óriási kihívást jelent, mert ezt a nagyon nehéz munkát nem végezzük el, a komplex elemzés, akkor nagy bajba vagyunk. Miért? A migráció az egy olyan gyűjtő fogalom, aminek tulajdonképpen semmi értelme nincsen. A belga befektető és az illegális építőipari munkás, vagy a háztartási cselédként dolgozó emberek társadalmi tapasztalatát egy dologba betenni, ez olyan mértékű erőszak, amit igazán nem lehet támogatni. Aki a migrációt
leegyszerűsíti egy fogalommá, vagy kijelentéseket tesz vele, az pontosan azt csinálja, ami Magyarországon történik, hatalmi visszaélés ez. Tehát ez lenne az első dolog. A migrációban rengeteg csoport van rész, ezt a csoportot mind egyszerre kell látni. A migráció folyamatában pedig figyelni kell csak a következő néhány dologra. Tőke, mit kíván a tőke ebben a dologban? Mit tesznek az államok? Mit tesznek maguk, akik mozognak és a munkájukat így értékesítik az adott rendszeren belül? És mi van a helyi munkásokkal, akik azon a területen élnek? Na csak ennyit kell tudni leelemezni a migráció kapcsán, és ugye ott vezetnek meg minket mindig, amikor ebből egy elemet kiemelnek. És akkor ilyen féligazságokkal vágják tele a televízvillódzót, meg a nem tudom micsodát, ami már ugye teljesen nézhetetlen. A térségről szeretnék néhány dolgot megfogalmazni. Az egyik dolog, hogy mi az, amit mi itt Kelet- és Dél-Kelet-Európában megtanultunk a migráció globális alakulásával kapcsolatban. Az első dolog az az, hogy hihetetlenül stabil migrációs kapcsolati rendszerben élünk. Ez azt jelenti, hogy államszocializmus ide, kapitalizmus oda. Ennek ellenére a fő migrációs célterületeink megmaradtak ugyanannak. Ez azt jelenti, hogy egy tartós migrációs egyenlőtlenségi viszonyban vagyunk Észak-Amerikában, Németországban, Ausztriában, az Egyesült Királysággal. Tehát ezt már nagyon régóta műveljük. A következő dolog, hogy a térség, ami most már ugye 10 millió fölött bocsátott ki embereket dolgozni, döbbenetes szám, ez tessék belegondolni, ez egyszerűen csak mennyi, csak Magyarország jelenlegi lakossága, csak erről beszélünk. Ez a térség miközben befogadna embereket, akkor csak a térségen belül fogad be embereket. Magyarul mi egymástól vesszük el azokat, akik itt a térségen belül mozognak. Miért fontos ez? Nem azért, mert én szeretem, hogy a globális tőke mindenkit gyökértelenné tesz, tévedés ne esik. Én vagyok az első, akinek kritikusa vagyok. De azt jelenti, hogy ez a térség kiürülőben van. Ez a térség tartós veszteségben van, és ezt a veszteséget hogy fogja kezelni, azt nem tudom. A veszteség nem csak emberekben történik meg. A veszteségnek hihetetlen nagy pénzügyi számai vannak. Ez a egyenlőtlen migrációs kapcsolat, mondjuk Németország irányában, csak a következő elemekből áll, hihetetlen mennyiségű adótranszfer, egészségügyi befizetési transfer, a jövedelem elköltési transfer, tehát hogy hol költik el a jövedelmet, és ugye közben meg ugye úgy néz ki a dolog, hogy mondjuk a magyar munkás az csak két helyen szolgálja ki a tőkét, mert az mindig így megy a tőke és a munkaerő, csak két helyen szolgálja ki, Németországban és Magyarországban. De előbb-utóbb meg fogják látni, Lengyelországban is el fog menni, mert oda fog áttelepülni, vagy át fogják telepíteni őket. Ne adj Isten Ukrajnában, mert most ugye Ukrajna van napirenden, hogy ezt valamiképpen maguk alá gyűrjék. Tehát, hogy ebből a szempontból meg még mindenféle meglepő dolgok fognak minket érni. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert az, amikor elkezdünk beszélni arról, hogy szociális Európa, akkor azonban, ja, akkor meg kell látnunk az egyenlőtlenséget. Tehát, mit mondanak a Mercedes gyárban dolgozó emberek? Azt mondják, és ugye itt ezzel tudom a legjobban leírni, azt mondják, hogy ugye itt dolgozunk, mint az állat, nincs hétvége, stb. Elmegyünk Németországba, fantasztikus dolog, vettem, fantasztikus dolog, elmegyünk Németországba. Németországban ugye ottani minimálbért kapunk, ami magasabb, mint az itteni fizetésünk. Vagy elkezdünk dolgozni, ahogy szoktunk. Vagy a német szakszervezeti vezető fejtesz egy belóan hozzá, hogy azonnal fejezzétek be, mert ha ezt a normát fönntartjátok, akkor így meghalunk. Ez azt jelenti, hogy, és ezt azért mondom, hogy a migráció kérdése az adott egyenlőtlenségi versengő helyzetben, azaz világkapitalizmusban fejreáll. Mindenki teljesen paradox módon kezd el benne viselkedni, és olyan problémákat vett föl, amivel nem tudunk mit kezdeni. Az utolsó dolog, amit megtennék, az
a menekült válság. Ez nagyon fontos leválasztani, ugye van a kapitalizmus működésnek normális rendje, amikor nagy mennyiségben, viszonylag legális formában, ez lehet persze féllegális és illegális formában, viszi az embereket mondjuk háború nélkül. Van egy abnormális rendje, ez a háborúból következő migráció, amivel kapcsolatban ugye itt Európában előállt azt, amit szakmilyen úgy szoktunk nevezni, hogy biopolitikai pánik. Az a pánik, amit a Fidesz kérdésre adott válaszokban ugye a legnépszerűbb volt, tehát ugye most tévedés nem az, hogy ki küldte el, nyilván nem mi küldtük el, de az utolsó kérdés az pontosan megmondja, miről van szó. Ezeknek adjunk pénzt, hogy a magyar családoknak, na ezt nevezzük mi biopolitikai. A pániknak 98%-os volt az egyetértés, tehát nagyon kell vigyázni, ezt nagyon sokan meghallják. Ez pedig egy óriási csapda, mert ha ezzel a szemüveggel nézzük meg, azaz, nem teszünk azért, hogy itt a rendszer megváltozzon, nem teszünk azért, hogy itt a munkafeltételek tárháza bővüljön, akkor nem tudunk szolidárisak lenni a háború áldozataival. Ezért mondtam azt az elején, hogy erre csak a baloldal és a rendes baloldal tud választani. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és Simon Gergely, a Greenpeace szakértője fog következni. Sok szuper, nagyon ilyen inkább sok elméletérét tartom az előadás után, én inkább egy kicsit a gyakorlatról beszélnék. Ugye mi egy nemzetközi környezetvédelmi szervezet vagyunk, akik ugye valamilyen szempontból nyilván nagyon sokat konfrontálódunk nyilván az állammal, meg a cégekkel, nagyon gyakran világvezető cégeivel. És ezt hatékonyan is tudjuk ugye tenni, hiszen ugye a világnak kb. 40-50 országában jelen vagyunk, és semmilyen cégtől sem, semmilyen támogatást pénzt nem fogadunk el, ugye ahogy államoktól sem. Viszont amikor mi folyamatosan találkozunk, ez tényleg az a probléma, amit ugye Gyula barátom is említett, hogy a tényleg a kapitalista működési mód egy olyan cégkultúrát hozott létre, ahol igazából a cégek, a multinacionális vállalatok soha nem vállalnak felelősséget, környezetvédelemért, emberekért, munkavédelemért, és tényleg mindent el próbálnak követni azért, hogy mondjam, hogy a legolcsóban termeljenek. És ennek a logikának az lesz igazából mindig a következménye, hogy ott spórolnak, ahol tudnak, és ez nyilván nem a saját profitjuk rovására megy, hanem minden áron azon vannak, hogy megszabaduljanak a környezetvédelem terhétől. És folyamatosan azt látjuk, és ez egy nagyon nagy baj, hogy igazából a jogszabályokat próbálják befolyásolni az állami vezetéseket úgy, hogy meg tudjanak szabadulni a környezetvédelmi terhektől. És Magyarországon azt a nagyon szomorú trendet látjuk, hogy bár annak ellenére, hogy nagyon sokat beszélünk itt, hogy mondjam, arról, hogy hogy próbál a szabadságharcot folytatni a kormány függetlenedni a cégektől, mégis rendben azt látjuk, hogy ezek a cégek szuper módon diktálnak, és az ő álláspontjukat képviseljük. Folyamatosan látom azt a nagyon szomorú állapotot, hogy Brüsszelben Magyarország rendben áll ki a legrosszabb cégek mellett. Utolsó, legutóbbi például ugye mondjuk a Monsanto esete, akit ugye említettünk, és mint a génmódosított GMO-knak a gyártója egy úgymond közelenségnek számít Magyarországon és a hivatalos médiában, mégis a Monsanto-nak a rákkeltőnek minősített jogírtójáért Magyarország harcolt a leghangosabban, a legvadabból Brüsszelben. És nagyon sok más esetben is azt látjuk, hogy azokat, hogy igazából a cégek mellett, a cégek törekvéseik mellett állnak itt, mert a környezetvédelem helyett az ipar folyamatosan ilyen kibúvókat keres, ami adnak ahelyett, hogy valódi lépéseket legyen. Folyamatosan önkéntes vállalásokat adnak a valós előírások helyett, és ugye az önkéntes vállalásokat gyakorlatban azt jelenti, hogy semmi ne történjen. De ebben folyamatosan azt látjuk, hogy amikor arról van szó, hogy valamiről kiderül, hogy károsítja az egészségünket, károsítja az embereket, a környezetet, akkor amikor azt szeretnék a zöld oldal, azt szeretnék akár az Európai Unió, hogy vonjuk ki ezeket a mondjuk anyagokat, akkor a cégek mindig azt harcolják ki, hogy hát igazából csak írjuk elő, hogy egy kesztyűvel kelljen használni, kelljen fölvenni egy gázmaszkot, akármi, ami nyilván az égvilágon a gyakorlatban semmit nem jelent. És ugye ez vezet ahhoz a helyzethez oda, hogy gyakorlatilag sok
tudós szerint a környezeti ártalmak, a kémiai ártalmak gyakorlatilag több áldozatot szednek, mint mondjuk a baktériumok vagy a közlekedési balesetek. Ugye lehet tudni, hogy például csak légszennyezésre ugye Magyarországon is 15 ezer ember hal meg évente. Ehhez képest ugye semmi következménye nem lett annak, amit említettünk, hogy a Volkswagen tudatosan csalva szennyezi az egészségünket. És pont most a napokban találkoztam azzal a nagyon szomorú esettel, hogy a Samsung a mobiltelefonok, tablettek gyártása során olyan elmaradott légi technológiákat használni Koreában is, ahogy ez a botrány kitört, a emberek százai betegedtek meg, lettek rákosak, és ugye évekig nem ismert el a cég, annak ellenére, hogy több tíz halálos áldozat bizonyíthatóan bíróság által kimondottan is emiatt betegedett meg. Ehhez képest itt ugye stratégiai partnerségben vagyunk ezzel a céggel is, és igazából semmilyen rálátásunk nincsen, hogy ott történik a gyártás, illetve főleg arra semmilyen rálátásunk nincsen, hogy mondjuk a kínai üzemekben, indonéz üzemekben milyen feltételekkel dolgoznak az emberek. És ugye az a baj, hogy azt látjuk, hogy olyan a cégeknek a logikája, és ezért nagyon nehéz ellen küzdenünk, hogy Európában betöltünk egy technológiát, a Greenpeace-nek volt egy nagy kampánya annak érdekében, hogy a ruhagyártást próbálja zöldíteni. Mert azt láttuk, hogy Európában vannak szigorú előírásaink, hogy mondjuk a ruhagyártásnál milyen körülményeket kell biztosítani, mind munkavédelmi szempontból, mind pedig, hogy mondjuk milyen rákkeltő egészségkárosító anyagokat nem szabad használni. Nyilván az lett ennek az eredmény, hogy az egész gyártást áthelyezték Indiába, Bangladesbe, Kínába, Fülöp-szigetekre, ahol az égvilágon semmilyen ilyen előírást nem is próbáltak betartani. Úgyhogy szép lassan, így egymás után a legnagyobb cégeket ugye folyamatosan azzal, hogy lejárattuk, bemutattuk, hogy mit tesznek, mégis csak rávettük arra, hogy változtassanak. De más, ez egy kis iparág, amire rá tudtuk szállni, és mondjuk az embereknek fontos, mert akkor mondjuk drága divatos ruhát vesz, az nem szereti, hogy tényleg gyerekek betegednek meg, halnak meg sokan. Nagyon sok más terület igazából nem tudunk ráhatni. És az Európai Unió igazából egyre gyengül az olyan előírásokba, ami kifelé hatnak. Mi próbálunk egy-egy szigorú szemlélet Európával előírni, de arra igazából nincs hatásunk, hogy a behozott termékekkel mi lesz. Viszont egy-két nagyon durva példát láttam manapság arra, hogy az ipar tényleg milyen szinten összefonódik gyakran az államban, és milyen képtelen állításokkal próbálja megakadályozni azt, hogy környezetvédelmi szabályok életbe lépjenek. Korábban foglalkoztunk sokat azzal, hogy miért van az, hogy gyakorlatilag a beporzott méhek eltűntek világszerte, és elég sokszor kiderült, hogy a pár vegyszerre, a Bayer és a Syngenta egy-két vegyszerére vezethető vissza. És amikor 3 évvel ezelőtt az Európai Bizottság bejelentett, hogy korlátozni fogja, azonnal ilyen tényleg pánikkelt állítások jelentek meg az ipar részéről, hogy 80 millió eurós kár csak Magyarországon, 50 ezer munkahely, Unióban 50 ezer munkahely kerül veszélybe, Magyarországon 20-30%-kal vissza fog esni a termelés. És ugyanezt hallottuk viszont a minisztérium szájából is 2013-14-ben. Ugye betiltották ezeket az anyagokat idegenesen, és azóta minden évben rekordtermelés van. Ehhez képest pont most akart a kezemben meghívó, hogy jövő kedden fog a Növényvédelmi Szövetség, a Növényvédő Kamara és a Gabona Termesztő Szövetséget tartani egy újabb hatalmas sajtókonferenciát, ahol bemutatják, hogy Magyarországon, hogyha be kell tiltani a hormonrendszer károsító növényvédőszereket, illetve ezeket az említett rovarirtószereket, meg a korábban említett rákkeltő glifozátot, akkor azt írják, hogy 300 milliárd éves kár keletkezik, teljesen ilyen hasonlítésszerű számokat dobnak be, illetve ilyeneket írnak, hogy a gabonatermelés akár teljesen ellehetetlenül, és mindig előjönnek ezekről a képtelen számokkal, ezután azt látjuk, hogy a magyar kormány ész nélkül ezt képviseli Brüsszelbe. Annak ellenére, hogy pont a korábbi másik vegyszereknél kiderült, hogy teljesen megalapozatlan az állításuk. És igazából ugye nyilván nagyon fontos, és nyilván cégek is arra mentek rá, hogy hogyan tudják aláásni azokat a környezetvédelmi szabályozásokat, a sztenderdeket, előírásokat, amik évtizedek alatt kiharcoltuk az Európai Unióval. Azért volt számunkra eleve akályos a történet, hogy lehet, hogy miért van az, hogy egy szabadkereskedő, hogy az egyezményet igazából csak leginkább a multinacionális cégek, a nagy cégek álltak ki, és a szakszervezetek zöldek voltak ellene. Tehát most egy nagyon érdekes és tanulságos, hogy vajon most, hogy Amerika kihált el belőle, ott mihez fog vezetni, viszont már most látjuk, hogy például a hormonkárosító anyagoknak a kivonása, az gyakorlatilag amiatt bicsaklott meg, hogy ezek a tárgyalások megakadályozták azt a kivonást, amit egyébként előtt az Európai Unió 2014-től ki kell vonni. Pedig ugye tudjuk, hogy az európai GDP-nek akár a 2%-át elviszik az egészségügyi károk, amiatt, hogy ilyen anyagok vannak körülöttünk. Még egy másik érdekes kérdésre akarok inkább a helyi probléma rámutatni,
hogy milyen szinten tudják a cégek megakadályozni, az egész kapitalista működés megakadályozni azt, hogy valódi felelőssége legyen a cégeknek. Ugye nagyon gyakran látjuk azt, hogy iszonyatosan kárt maguk mögött hagyó, hogy tudnak cégek eltűnni, csődbe menni, anélkül, hogy bármilyen felelősséget vállalnak azért a kárért, amit okoznak. Ugye mindenki emlékszik az ajkai Vörösiszap katasztrófára, hogy ugye 40 milliárdos körüli kármentesítésnek egy egészen kis töredékért tudott csak helytállni az azt okozó cég. Még egyébként nekem az egyik akkori vezető vidáman megjegyezte, hogy milyen ügyesek a cégnek a emberei, hogy kimenekítették a balkáni leányvállalataiba a cég teljes vagyonát, hogy ne kelljen helytállni. Szóval elismerően mondta igazából, hogy milyen ügyes, és akkor elhangzott, hogy miért nincsen valós környezeti felelősség. Miért nem írjuk elő, hogy a veszélyes anyagokkal, veszélyes technológiákkal dolgozó cégek ténylegesen álljanak helyt. Azért, hogy ennek eltűnnek, egy hajléktalanul iratják a cégüket, akkor ezért ne a közadófizető fizessenek. És egymás után látjuk ezeket a történeteket, illatos úton ugye lassan másfél milliárd forintos kármentesítés közténtől fizetjük, miközben valószínűleg eltűntek a cég emberei. De most akár kiskunhasra láttuk, hogy egy pillanat alatt valaki átvett pár ezer tonnányi veszélyes hulladékot, ott hagyta, egy hajléktalanra iratta magát. És azt látjuk, hogy kifejezetten ellenállás van a kormányzat részéről, hogy olyan jogszabályok legyenek, amik előírnak, hogy a szennyező fizessen. Annak ellenére, hogy mikor az Európai Unió erről szóló jogszabályt alkotta, akkor azért nem lett kötelező pénzügyi garancia a cégek számára, mert többek között Magyarország volt az egyik tagállam, aki ezt blokkolta. Tehát azt látjuk, hogy még kis szinten is igazából nem akarják azt, hogy ne az adófizetők, ne az emberek, ne az állam, hogy ne a lakosság vállalja a hihetetlen szennyezésért, a károkért a felelősséget. Tehát úgy gondoljuk, hogy itt sokkal erősebb, szigorú szabályozásra lenne szükség, amik karbantartja, kontrollálja a cégeket, hogy valóban ne tudják az összes környezeti egészségügyi terhet az emberekre osztani, és valószínűleg az európai szigorú szabályozás mellett egy erős nemzetközi szabályozásra is minden állapra szükség lenne. Szóval a globális világunkban a globális kereskedelmet igazából alig szabályozza valami, és ennek az a következménye, hogy ha nem is itt történik sokszor akár, akkor mi fogyasztásunkkal Bangladesben, Kínában itt ott okozunk nagyon jelentős károkat. Köszönöm szépen! Láttátok, azon túlmenően, hogy szakmailag tartalmilag, ez pontban 10 perc. Rabbi Béla barátunk következik, aki nálunk elnökségű tag, és a közösségi gazdaságról tartja meg az előadását. Béla, azt hiszem az a legegyszerűbb, hogy összesen. Hát a közösségi gazdaságról hallottunk már, úgyhogy nekem könnyebb helyzetem van, én már inkább hangsúlyokat fogok elmondani. Azért néhány szólt arról, hogy mi ez a közösségi gazdaság. Nagyon szép angol neve van, úgy hívják, hogy sharing economy, de ennek ellenére ez egy természetesen, mint minden, ez is a magyarok találmánya, hiszen ekként épültek a házak egészen a 90-es évek végéig faluhelyen, ekként működik mai napig a disznóvágás faluhelyen, így töltöm én is a kolbászt a szomszédommal együtt, városon. A lényege ennek az, hogy munkát, tudást, javat osztunk meg egymással, úgyhogy ebből kihagyjuk a piacot. A különlegessége, ami a mai rendszerben az elterjedését segíti, az, hogy belekapcsolták az internetet, és az internet egy bárki számára hozzáférhető felület, ezen keresztül lehet megosztani ezeket a dolgokat. Mi segítette ennek az elterjedését? Szó esett már arról, hogy volt egy gazdasági világválság, és a gazdasági világválság az embereket olyan dolgokra ösztönözte, hogy bármi áron valamiből valamilyen pénzforrást szerezzenek, illetve nem csak erre, hanem arra is, hogy azokhoz a szolgáltatásokhoz, amiket eddig pénzét fértek hozzá, valahogyan megoldassák azt, hogy ezután is hozzáférhessenek, például egy ilyen kaláta napközi lételet hozni ilyen területen. A másik, a könnyen hozzáférhető technológia, azaz az internet széleskörűvé válása, az mindenki számára hozzáférhetővé válása.
A harmadik, ami miatt én elsősorban ezzel a témával foglalkozom, ez a környezeti kihívásokra adott válasz. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy azáltal, hogy javakat osztunk meg egymással, azzal csökkentjük a fogyasztást és ezáltal a környezeti terhelést is. Hogyan működnek ezek a vállalkozások? Ezek működhetnek pénzalapon vagy pénz nélkül. Az online terület az tulajdonképpen annyiban járul ehhez hozzá, hogy egy ilyen átlátható kapcsolatot teremt a delikvensek a résztvevők között. A fizetéses vállalkozások az ismertettek. Ezek között lehet említeni ezt a Uber-t, az Airbnb-t, a nem fizetéses vállalkozások, azok szellemi javakat vagy olyan eszközöket osztanak meg egymással, amely más számára már nem szükségesek. Ilyen példa a Wikipédia, de ugyanakkor ilyen jellegű a Vatera is, hiszen a Vaterán ott ugyan egy profit alapú cég működteti a Vaterát, de olyan eszközöket osztunk meg általában egymással, amelyek már nem szükségesek számunkra, és nem szükséges emiatt új eszközöket vásárolni. A hasonló, ez az Oscar nevű rendszer, ami gyakorlatilag egy telekocsi rendszer, ami azt teszi lehetővé, hogyha valakinek üvesei vannak az autójában, akkor valaki más is elvigyen, és ezzel hozzájárult esetleg a közlekedési költséghez. A Rukkola egy könyv megosztó oldal, ahol egymás között könyveket cserébelélnek az emberek. Egy nagyon érdekes hazai példa a nyíregyházi kosárközösség. Ez több, nem csak ez az egyetlen, van egy ilyen bevásárló vagy vásárló közösség, de ez talán a legjobban működő, illetve talán a legismertebb. Ez úgy működik, hogy csatlakoznak hozzá vásárlók, csatlakoznak hozzá termelők, ezeknek rendszeres piacokat tartanak, illetve folyamatos közvetlen kapcsolat is van, tehát a termelők, a vásárlók megadják az igényeiket, a termelők ennek megfelelően szállítanak neki termékeket, terményeket. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint a szocializmusban egy termeltető rendszer működött, annak a bürokráciája nélkül, és összeköti a városlakó fogyasztót a falusi termelővel, ami mind a kettőnek jó, mert a városlakó fogyasztó tudja, hogy mihez jut hozzá, nem kell a boltban megvennie a különböző el-kell dúsított terményeket, hanem közvetlenül a termelőtől jut jól minőségű termékhez, és rendszerint olcsóbban. A termelőnek meg megvan a termelési biztonság, hogy el tudja adni a terményet. Hogy viszonyul az állam mai napság ezekhez a közösségi gazdasági formákhoz? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert az ember azt gondolná, hogy hát az államnak ez jó, hiszen ezáltal csökken a szegénység, mégis teremtődnek valamelyik munkahelyek, az emberek gondoskodnak önmagukról, nem kell neki szociálisan beleavatkozni a rendszerbe, de valahogy az állam ezekhez mégis mindig negatívan viszonyul. Ugye ismerik a példát, hogy az Uber Magyarországon megszűnt. Miért szűnt meg? Azért, mert a tőkés taxis társaságok azok elérték az Uber betiltását. Az Airbnb még működik Magyarországon, de most olvastam, hogy New Yorkban éppen most tiltották be. Berlinben is. És hallom, illetve olvasom, hogy Magyar Szálloda Szövetség elképesztő nagy károkról beszél, hasonlóan, mint ahogy a Gergő mondta a vegyipari cégeket, hogy az Airbnb nekik milyen károkat okoz. Ugye ez arról szól, hogy kiadom a lakásomat. Az állam nagyon nem szereti ezeket a dolgokat, mert nehezen tudja megadóztatni, nehezen tudja őket ellenőrizni, és valahogy egyrészt ennek van egy ilyen szocialista íze, tehát ez, szerintem ez is zavarja az államot. Ez egy a civil, alulról jövő kezdeményezés. Ami számomra érdekes, hogy például ez a faláka rendszer, ahogy a házat lehetett építeni Magyarországon a 90-es évek második felé, ez azért szűnt meg, mert a szocialista kormányok alatt a munkahogyi ellenőrzés ezt fekete munkavégzésnek tekintette, és súlyos bírságokat szabott ki
azokra, akik a szomszédhoz elmentek vakolni vagy téglát hordani, hiszen nem volt munkavállalási engedélye, nem fizettek utána TB-t. Az, hogy emiatt gyakorlatilag a lakhatás az még rosszabbá vált, ez a szociális kormányokat nem szavarta. Milyen következményei lehetnek ennek a közösségi gazdaságnak? Van egy olyan szemlélet, amit számomra nagyon szimpatikus, mert én zöld vagyok, hogy minek vegyem meg és tárolgassam azt az eszközt, amit csak évente egyszer használok. Nekem is van otthon annyi fúrom már, hogy külön helyet kell neki csinálni, amit elég ritkán veszek elő. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a szomszédtól kölcsön kérni. A szomszéd egyébként így is csinálja, tőlem kéri kölcsön. Tehát ő sokkal környezettudatosabban viselkedik. Másik dolog, ami számomra nagyon fontos, ez a vidék élhetőségéhez való hozzájárulása. Ezzel a módszerrel, amit ez a Kirekháni Kosár Közösség csinál, ezzel valóban lehet teremteni egy olyan rendszert, hogy a vidéki kisgazdaság az meg tud élni, és a városlakó is jó termékhez, jó áron jut hozzá. Igaz, hogy ezáltal a nagykereskedők, meg a kisebb, nagyobb kereskedők nem járnak jól, mert nekik csökken a forgalmuk, tehát valószínűleg ez ellen is lesz valamilyen mozgás. De én azt hiszem, hogy ez a fajta megközelítés, amikor gyakorlatilag a személyi tulajdont használjuk arra, hogy valamit termeljünk vele, az egy lehetőséget tud teremteni a kapitalizmus meghaladására. De én nagyon bízom benne, hogy ezek a formák ezek terjednek, és egyre inkább elfogadottá lesznek. Köszönöm szépen! Már csak nagyon kicsit figyelmet szeretnék kérni. Kelemen László következik. Nincs. Hol van? Ja, itt László vagyok, itt szíves. Kelemen László a Societas egyik prominens képviselője, elnökségi tagja. Az én régi kedves barátom, egy kicsit nevelt fiam is. Hallgassák. Szervusztok, nagyon is kicsit belőttem a poén, valóban én a Societas országos választmányi elnöke vagyok. Büszke baloldali fiatal, és hát azzal a célra jöttem, hogy egy kicsit a követ vagyok az állóvízben. Egy kérdés nagyon fontos föltenni mindannyiunknak. Miért lehet az, hogy a legszegényebbek azok, akik a legáldozatból védik a kapitalista rendszer? Nem tudom, észrevettétek-e, de ez annyira erősen bennük van, hogy akár képesek erővel is megvédeni a rendszer. Ennek pedig egy fontos oka van, a kapitalista rendszer hamis valóságtudata. Az emberek a jólétet ma már nem önmegvalósításban vagy bármi ilyesmiben vélik felfedezni, hanem konkrétan a tárgyasult javakban. Ilyen típusú autó, ilyen típusú mobiltelefon. És ezt semmilyen más politikai rendszer nem tudja kiszolgálni, vagy gazdasági rendszer, pontosabban fogalmazza, csak és kizárólag a kapitalista rendszer. Ezt nehogy azt higgyetek, én találtam ki, ezt a baloldali gondolkodók már az 50-es évek óta így gondolják. Amiről viszont, és talán új szempont tud lenni a mi gondolkodásunkban, ha kapitalizmusról beszélünk, az a kapitalizmus szerintem torzult és gonosz kistestvére, a marketing. Aminek kapcsán ezt a hamis valóságtudatot a fejünkbe plántálják. Szeretnék tőletek kérdezni valamit. Hallottatok-e már azt a mondatot, hogy az igaz idő sohasem elégedett önmagával? Tudjátok, mit jelent ez a mondat? Értjük ezt a mondatot? Konkrétan ennek a mondatnak a nevében nyomorítanak meg egyébként nőket. Kergetnek anorexiába vagy öngyilkosságba, mert olyan szépségideálokat teremtenek, amelynek soha a büdös életben nem fognak tudni megfelelni, pusztán azért, hogy a szépségipari cégek bevételt tudjanak maximalizálni. Értjük, mit jelent valójában a kapitalizmus? Értjük a kapitalizmus igazi arcát? Arról beszélgetünk, hogyha egyébként valakinek nincsenek papírpercnyei, nevezzük pénznek, mondjuk gyermekeki éhezése esetén, akkor az ilyen néhen marad, mert nincs ilyen szépen nemzeti nagyjaikkal megnyomott papírpercnyei. Hát ez volna az igazi kapitalizmus, amiről szó van.
Tudjátok, nagyon nehéz helyzetben vagyunk minden alkalommal, mert a marketing és a nem pontos definíciók Magyarországon azt a helyzetet teremtették, hogy persze mindenki szavakban szeret harcolni a szegényekért, azonban hát nem mindenkinek talán ez a célja. Elmondom pontosan, mire gondolok, mert ez egy kicsit homályos volt. Divatra Magyarországon bármilyen erőnek magát baloldalinak nevezni, pusztán azért, mert az jól hangzik, és mennyire nemes dolog a szegénység ellen harcolni. Csak hogyha végig gondoljátok egy picit, ideológiailag a dolgokat, hát a liberalizmus önmagában a szabad piacot élteti, és azt mondja a szegény állampolgárnak, hogy hát végül is egy picit te is tehetsz arról, hogy szegény vagy, nem vagy túl versenyképes, nem vagy túl modern. Ilyen szempontból a szociálliberalizmus sem a legjobb, bár kétségtelenül szociálisan talán elhivatottabbak, mégsem biztos, hogy a szegény ember van az égiszükben. Tudjátok, minket szocialistáknak meg azzal vett meg a Jóisten, hogy nekünk pontosan a legfontosabb a szegénység felszámolása és a szegény állampolgárok megsegítése. Rajtunk múlik az, hogy milyen a fauszti alkot kötünk a különböző megállapodások során, és kikkel akarunk megindulni, és rajtunk múlik az is, hogy milyen formában veszünk komolyan a kapitalizmust, és mennyire fogunk vele szemben harcolni, vagy szemben harcolni. Tudjátok, és akkor röviden lezárom a dolgot, nem pusztán arról van itt szó, hogy a levegőben beszélgetünk arról, hogy persze milyen rossz, mert hogy valamilyen megoldást is kéne teremteni, jelzem egyébként, annak idején a baloldali gondolkodók erre pontosan találtak megoldási alternatíva javaslatot. Tudjátok, Magyarországon mi úgy állunk, hogy már lassan mindenhonnan kiszorunk, minden köztestületből és minden közpolitikából. Azonban van egy terület, amit soha bűnös életben nem fognak tudni elvenni, és amely ma is szabad, és bármikor egyébként a útjára lehet lépni, ez a kultúra területe. Én azt gondolom, barátaim, hogy nagyon-nagyon sok dolgunk van a kultúrában, valamilyenféle kritikai attitűdöt kell kínálni az emberek elé, azzal a fajta marketinggel és azzal a fajta nyomulással szemben, ami most jellemzi a magyar társadalmat, és nem miattunk, nem azért, hogy hatalomra kerül, hanem azért, hogy a marketing, a kapitalizmus ne nyomorítson meg embereket, és egy élhető és jobb országot teremtsünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Rendben van a srácnál. Szilágyi Péter tanár úr következik. Hogy ennek a tanácskozásnak, a gyakorlásnak a címét úgy tudnám megfogalmazni, hogy a maffia rezsim a globális kapitalizmusban. Globális kapitalizmusban és nem posztkapitalizmusban. Én nem szeretem a poszt kifejezésre semmi más nem csinálnak, mint egy elemzést egy időhatározóval pótolnak. Ezen az alapon az ember az posztgerinces lenne, még ez akkor se áll, hogy a néhány képviselőjéről ezt el lehetne mondani. Tehát a második gondolat akkor, és itt most Erős Gáborhoz fűzöm a megjegyzéseket, hogy nem posztkapitalizmus, valóban új vonásai vannak ennek a globalizálódó kapitalizmusnak, néhányat, tehát a teljesség igénye nélkül. A legfontosabbnak én azt tartom, hogy a szupermódképonyává az információ termelés és földolgozás viszonyai kiszabadultak, kivonták magukat a nemzetállami szabályozó, szuverén nemzetállam szabályozó hatalma alól. Ennek lett az a tőkeviszony alól viszont nem. Az elsőnek, tehát az állam alól kivonásnak lett a következménye, az, hogy hiányzik az a funkció, amit a klasszikus kapitalizmus vonatkozásában Marx úgy fogalmazott meg, hogy az állami ideálisítők is, tehát megjelenik a globális szabályozásnak a szükségete, ugyanakkor erre elfogadható és racionális megoldások pillanatilag nincsenek, bármennyire is szeretnénk, ahogy Egyidula mondta, de a realitásoktól ez fölötté messze áll. A másik, hogy a tőkeviszonyról nem tudta kivonni magát ez az információs viszonyoknak ez a rendszer, ebből következik az, hogy az információs technológia fejlődése munkanélküliséget generáló tényezővé vált. Ennyit a másodikról. A harmadik gondolati köröm nagyon rövid. Én fölírtam magamnak a társadalmi kiszolgáltatottság különböző típusait. Itt egy-egy elemét részletezték az egyes előadók, kezdve az alapvetőtől a tőkés bérmunkás, ami nem szabad a tőkés bérmunkás, viszont a fizikai munkásokra korlátozni, hanem a
de nem akarom, hát ez magától érthető, hogy munkaviszonyok kiszorultak, stb. Egészen az előítéletességeknek kiszorultak, vagy kiszolgáltatottak. Egy valamit, ez az ötödik gondolat, amit megint egy kicsit bővebben mondanék, hogy itt a kiszolgáltatottságok közé tartozik az etatista bürokratikus kiszolgáltatottság az államnak, egyrészt mint a polgár, mint alattvaló, másrészt mint ügyfél a bürokratikus szervezet. A magyar maffia rezsimnek az a jellemző vonása szerintem, hogy ez az etatista bürokratikus kiszolgáltatottság aránytalanul jelentősebbé válik, nem mondom, hogy a főke viszony fölé, de relatíve megnőtt a súlya, méghez tehát három tényezővel magyarázható vagy vezethető, viszont az egyik a csapból is ez folyik, a fékek és ellensúlyokról számolása nem részletezem, másodszor ez már fene tudja, hogy máshol ez, hogy most a lengyeleknek van, az előtt a lengyelek néztők itt van, ugye? Már a fékek és ellensúlyok fölszámoltatása, hanem a állandó újra szabályozás, főleg szervezeti vonatkozásban tudnék az állandó újra szabályozás jó bizonytalanságot teremt, ami önmagában kiszolgáltatott fokozó tényeg, ezt a jogalkotásra foglalkozó, egy jogász vagyok, hogy aki nem tudná, férfi könyvek ezt mind előírják, hát nekem az a gyanú, hogy Orbánék ezt tudatosan is felhasználják. Nem csak abban, hogy a szervezetet átalakítok, akkor könnyen kellett rúgni az embereket, hanem általában a jogszabályok szintetjeinek a kiszolgáltatottsága fokozódik, ha állandóan változik a jogi szabály, és a harmadik, ez aztán kérem szépen a magyar specifikum, a kormányforma rangjára emelt korrupció, ami azt hiszem, hogy egyedülállóan vagyunk Magyarországon. A kiszolgáltatottságok változott, ezt írtam föl magamnak, hogy jelzakunk lehetne az, hogy nemzet kiszolgáltatottjai egyesüljetek. Utolsó röviden ebben már nem fogok belemenni, a nemzetközi helyre csak a problémát jelentem. Én úgy vélem, hogy a Trump jelenségnek az egyik következménye lesz a nemzetközi gazdasági nacionalizmusnak a erősödése. A kérdés akkor szembe kell azzal nézni, hogy ez milyen hatást fog gyakorolni Magyarországon, részben az európai keresztül, részben Orbán Viktorra, amíg még hatalmon van. Na most, amit itten kihagytam, Andor Lászlóhoz tettem volna egy-két megjegyzést, ezeket elment, nem fogom elmondani, egyre aki nézte, utalnék, aki olvasta Kraus Tamásnak a többen megkaptuk az értékelését, hát Andor és Kraus között nagy ellentét van. Két konkrétumot. Az egyik, egyikula is használta a szociális igazgatottság kifejezést. Ez a szociális igazgatottság kifejezés rögtönről és elhártól ered. Szociáldemokraták a szociális jogállam kifejezést használtak. És nem egyszerűen terminológiai szokványosogatásról van szó, hanem arról van szó, hogy a szociális jogállam nem egyszerűen retribúciós kérdés, nem egyszerűen egy neokeynesiános gazdaságpolitika kérdése, hanem a demokrácia társadalmi bázisának a biztosítása. Herman Heller pont 1929-30-ban, hogy szociális jogállam nélkül a polgári jogállam nem tartható fenn. Még egy a Trump jelenséghez, a lényeg az kérem, hogy válaszolni kell arra a kérdésre, hogy nem nagyon beszélnek róla. Inkább akkor, hogy nagyon lassan tudok olvasni, de nagyon lassan németül jól, inkább a német nyelvirodalomot tájékozottam. Ami talán a Bort nagykövet a múlt heti HVG-ben utalt arra, hogy nem egyszerűen, ugye Kraus azt mondja, hogy a vidéki bunkók tudtatták hatalomra, nem egyszerűen. Arról van szó kérdésében, hogy a alsó középosztálynak nevezett két galéros munkásosztály szavazott Trumpra, mert sokkalta az egészségügyi szolidaritás, és hát a demagógiának is ez, hogy úgy mondjam, a hatása volt erre. A tanulság, és ez az utolsó mondatom, ha baloldal ezekre a problémákkal nem ad választ, akkor ne csodálkozzék, hogy a jobb viszony jobboldal elviszi a választot. Köszönöm.
szépen, tanár úr. Kedves barátaim, a lehetőség itt van nálatok. Hozzászólások, észrevételek, mobil mikrofonok. Lázár András. Párton és mozgalmakon kívüli baloldaliként borzasztóan örülök annak, hogy különböző baloldali pártok és különböző baloldali mozgalmak egy asztalnál fogalmaznak meg egy közös üzenetet. A közös üzenet a kapitalizmus kritikája, a legényesebb, ami a baloldaliságnak a kérdése. Az egész rendezvény nekem egy ennél fontosabb üzenetet is megfogalmaz ma Magyarországon. Az, hogy ezek között, a civil szervezetek között és a politikai mozgalmak között van közös szemlélet, van közös alap, van közös üzenet, és hogy ezeknek a rendezvényeknek egészen konkrét politikai küldetése van és kell legyen a mi megélt történelmünkben. Gratulálok a szervezőtől. Készítettük egy nagy gyűlésségességet. Azért beszélnék csak a nagy gyűlésről, mert olyan tudást szereztünk, amit tudtunk, de mégis nagyon szilárdan megmutatta, hogy azért ez mégiscsak egy működő módszer. A nagy gyűlésre elhívták azokat az embereket, akikkel ők együtt dolgoznak. A nagy gyűlés más volt, mint a háromnapos konferencia, ahol csak politikai beszédek hangzanak el különböző országok részéről. A nagy gyűlésen a helyi problémákról beszélnek főleg. Akiket elhívtak, például az utcaseprők szakszervezete, a közmunkásoknak, mondanám, nem tudom pontosan megfogalmazni, hogy mi is az a réteg, tehát azok, akiknek nincs szerződése, csak valamilyen díjat kapnak. Tehát hátrány szenvednek az egészségügyi ellátásnál, hátrány szenvednek a nyugdíjnál és minden másnál. És akkor a szervezők azt mondták, hogy akkor tegyék fel a kezüket a utcaseprők, és akkor föltették a kezüket. Tehát elérték azt, hogy ők eljöjjenek, ott legyenek velük együtt. Elérték azt, hogy a közmunkások ott legyenek velük együtt. Ha nem próbáljuk ezeket a gondolatokat eljutatni azokhoz, akik ezek érintenek, akkor valószínűleg nem fogunk sikeresek lenni. Indult ez a gyűlés, és az előttem szólók is támogatok benne, ez tényleg egy nagyon jó szervezés, és 80-an voltunk. Hát van egy ilyen betegségem, hogy mindig megszámolom, hogy hányan vannak, ez nem kevés. Mi 80-an kimegyünk, és azt mondjuk, hogy a jövő héten meg akarunk győzni valakit, és az utána következő héten szintén van, és legalább egy napot a héten erre szállunk, akkor konkrétan is elindítunk valamilyen folyamatot. Hogyha látják azok az emberek, hogy tényleg vannak, akik az ő érdeküket próbálják képviselni, akkor elindul valami. Ez lenne az első pont. És a második talán úgy szintén. És a harmadik pedig az, hogy a többi hozzászóló beszédjéből egyet emelnék ki, mert ugye nem csak ilyen pozitív dolgok vannak, mint Indiában, hanem 150 milliós tüntetést is létre tudtak hozni. Ahol velünk egy időben 39 millióan sztrájkoltak. Ha ezt összehasonlítjuk, az azt jelenteni, hogy a 150 millió, hogy Magyarországon több mint 1 millióan tennék le a munkát, akkor arra tényleg odafigyelnének. Indiai barátunk amúgy nem könnyű körülmények között dolgoznak. Néhányan például a Maruti Suzuki gyár szakszervezeti munkatársai közül jelenleg börtönben vannak, és arra kértek minket, hogy mi is világszerte mindenhol próbáljunk azon 9 ember kiszabadítási ügyében az indiai nagykövetség előtt is egy tüntetést szervezni. A másik példa Brazíliából való. Nekem vannak gyökereim ugye Brazíliában. Ott úgy tudták megszervezni, hogy a munkáspárt, a Partido Trabalhador hatalomra kerüljön, amit most egy puccsal ugye kiszorították őket, teljesen igazságtalanul, hogy olyan szervezettségre tettek szert, hogy utca, sőt háztömb felelősök voltak. Tehát elérték, hogy eljutottak az emberekhez, és konkrét embereknek munkaként fogták föl, még akkor is ez nem került megfizetésre, hogy ők szervezzék
az a jövőt, ami a választásokig bekövetkezik. Most őket visszaszorították, de azért nagy az ellenállás Brazíliában, annak ellenére, hogy a párt több mint 10 millió szavazatot veszített. Több mint 200 egyetemet a diákság elfoglalt, több mint 2000 iskolát, főleg a déli tartományokban, úgyhogy van ellenállás a világban és van összetartás. Köszönöm szépen! Dimitri Miklós vagyok, a 18. keleti választmány delegáltja, és a mondatom vagy a hozzászólivalom az arról szólna, hogy ha a 21. század kapitalizmusáról beszélünk, akkor mindenképpen annak tükrében, hogy rövid, szűk, másfél év múlva itt Magyarországon választás lesz, mindenképpen úgy érte, hogy egy dolgot nagyon-nagyon világosan le kell szögezni. Az, ami ma az Orbán kormány csinál, az nem kapitalizmus. Az egy baráti, családi, ismeretségi körre vonatkozó új gazdag réteg megteremtése, és ez azért lényeges, nem csak a választás miatt, hanem semmi, de semmi köze nincs a klasszikus kapitalizmushoz, az, ami Magyarországon ma zajlik. Viszont a baloldalnak nyilván azt kell az ászlajára tűzni, hogy ezt a nyugodtan mondhatok lopó kormányt, lopással meggazdagodó kormányt leváltsa. Ahhoz pedig, hogy sikerüljön leváltani, az az emberekhez minden egyes olyan kis településig el kell juttatni azt az információt, hogy hiába teremtenek meg helyi szinten félelmet, az embereknek tudniuk kell azt, hogy ha egy normális kormány működött volna, akkor neki azon a kis településen sokkal magasabb életszínvonal lenne, bátrabb lenne, és valóban a tehetségek alapján jutnának a gyerekei az iskolába vagy bárhová. Tehát úgy gondolom, hogy ugyan még a 21. század kapitalizmusának az elején vagyunk, de mindenképpen ahhoz, hogy Magyarországon egy lényeges változás jöjjön létre, ahhoz igenis az embereknek szájbarágosan, de mindenképpen tudatosítani kell, hogy tegye félre a félelmét és lásson tisztán és világosan. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok. Vélemény nyilvánítók. András, parancsolj. Még pedig azért, hogy elhangzott már itt a Klaus Tamás neve, és fel is tettétek, hát ehhez nagyon illene, és úgy gondolom, hogy valahol, ha születik erről valami leírás, dokumentáció, akkor erre az, amit ő a trumpizmusról megfogalmazott, és főleg az utolsó gondolata, hogy ugye itt valami kiútkeresés és a szocialista gondolkodás, és mivel szocialista pártról beszélünk, hát valahol a társadalmi változások irányába hallottunk itt a hálózat, és hogy mifelé haladunk, de valahol nem kéne elvetnünk ezt a szocialista szót sem. És ha összevetjük, akkor nekünk foglalkozni kéne egy picit azzal, hogy ugye Marx azt mondta, hogy a legfejlettebb országban fog győzni. Nem, hogy győzünk. Ebből adódóan a torzulás egy csomó dologról bekövetkezett. Most nekünk valahol össze kéne kötnünk, és erről kéne, hogy szóljunk, és nem tudom, hogy hova tartozik, hol lehet ezt megragadni, és azért mondtam, hogy szólok valahol, mert nyilván ilyen konferenciákkal úgysem fogunk tartani, de ebből adódik, hogy valahol kapcsolnunk kéne, hogy mi szocialista párt vagyunk. Miért akarjuk meghaladni? Mik azok, amik a korábbi időszakból ma is élnek, ma is valósak? Tehát ebből a gondolatból valahol egy picit egy ilyen átmenetet, de legalábbis a sajtó és a propaganda munkám során ezt fel kéne használni. Én azt gondolom, hogy ha most azt a mondatot mondom, hogy a szocialista párt ne gondolkodjon abban, hogy más párt és más, már ez is egy lépés afelé, hogy miért maradunk meg. És mivel a baloldali tömörülés részéről vagyunk itt, azt gondolom, hogy ez mutatja azt a folytonosságot és erősséget, tehát valahol ennek meg kell jelenni, vagy meg kéne jelennie, és hát itt a másik kérdés, mindannyiunk már sokan beszéltek róla, hogy az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt eljutatni az emberekhez. Ez a fontos, és ezért a gondolatot is gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. Köszönöm szépen. A szervezők a baloldaliak nevében, miután itt annyiszor elhangzott már a Klaus Tamás, meghívok minden jelenlevőt, december 10-én 11 órától a Bányász szakszervezet székházába, ahol szokásos sorozatunknak a következő részét tartjuk, és Klaus Tamás pedig éppen erről fog beszélni más előadóknak a társaságába. Zsíros kenyér is lesz, mindenkit szeretettel várunk.
Egyetlen egy dolog volt az, hogy a Trump jelensége azt a vidéki bunkok lázadásaként fogta föl. Tehát nem arról a nem arról a végéről, mondjuk már ki, ez az írás úgy fejeződik ki, hogy aki egy jó élhelyen, jó kapitalizmusról álmodik, az ne nevezze magát baloldalinak. Tehát a kapitalizmus kritikát én maradéktalanul elfogadom, de azt, ahogy a Trump jelenséget magyarázta, az egy ilyen hirtelen felindulásból eltövetettek. De előtte meg egy nagyszerű konferenciát szervezett a nyugdíjas évjösségi kérdésekre Kórozs Lajos. Na most egy állásfoglalásunk született, mi is itt vagyunk, az volt az összejövetelünknek a címe, a következőt fogalmaztuk meg. Az értékálló nyugdíj a jó módú középosztály felfogását tükrözi, a többség megélhetési gondjaival nem törődik. Az infláció követő nyugdíjemetés nincs tekintettel az élelmiszer és gyógyszerárak növekedésére, az úgynevezett nyugdíjas fogyasztói kosár alakulására. A reálbérek növekednek, a nyugdíjasok pedig, akik 40 év szorgos munkájával gazdagították a társadalmat, leszakadnak. Az alaptörvény nem rendelkezik társadalombiztosításról, járulék helyettű szociális adóhozzájárulást szed az állam, az ellátást így kitéve a mindenkori kormány kegyébe. A nyugdíj vásárolt jog, nem adomány. Változtatásra van szükség, új alapokra kell helyezni a nyugdíjemelést. Lassan a végéhez érünk a konferenciánknak. Én nem kívánok összefoglalót mondani, mert ez egyébként is a Hegyi Gyula barátunknak a tisztje. Viszont egy dolgot biztosan meg tudok állapítani az elhangzottak kapcsán, hogy jóságos kapitalizmus és klimatizált dzsungel az nincs. Gyula, te követ! Köszönöm szépen az elegészítenek, hogy vegetáriánus tűvisseiggel láttatnék. Nagyon szépen köszönöm Lajosnak, hogy ügyesen jól vezette, pontosan tartottuk az időt. Minden előadónak köszönöm először is azt, hogy első hívással elfogadták. El kell árulni utólag műhelytitóként, hogy egyetlen olyan előadó se volt, aki havozott, és nem volt senki, aki lemondta. Tehát pontosan azok jöttek el, akiket a baloldali tömörülés elnöksége meg akarok hívni, és ők mind eljöttek. Elhangzott, hogy ez nem ez volt a szempont, mert mindenkit a tudása, egyénisége, tisztessége miatt hívtunk meg, de egyébként megérzem, hogy négy különböző pártnak a tagjai ülnek ennél az asztalnál, azon kívül meg pártokhoz nem tartozóak is. Nem kívánok értékelésben végigmenni minden előadáson, mindenki le tudja vonni a tanulságot belőle. Egy-két gondolatot szeretnék mondani. Az egyik, ami számomra mindenképpen tanulság, hogy valóban szükség van összefogásra, de baloldali összefogásra van szükség. És nem olyanokkal, mint például, hogy néven nevezzem, tegnap előre hallgattam Bokros Lajost, ami azon sopántodott, hogy emelik a fizetéseket Magyarországon, hogy lehet fölemelni a minimálbért. Minden elemi közgazdász tudja, hogy a magyar gazdaság egyik legnagyobb baja az, hogy nagyon alacsonyak a munkabérek, emiatt nincsen fogyasztás, emiatt mennek el a fiatalok külföldre, és egy magát ellenzékinek tartó politikus még ezt a nagyon szerény, nagyon nehezen, a szakszeretek által nagyon nehezen kiharcolt minimális béremelést is sokalja, sőt kommunista dolognak nevezi. Én nem hiszem, hogy ezzel kell összefogni, nyilván inkább olyanokkal kellene összefognunk, akik hasonlóképpen legalábbis kapitalizmus kritikára és egy új közösségi társadalom megteremtésére vállalkoznak. És amíg nagyon elhangzott többektől, hogy lehet-e szabályozni, nem lehet-e szabályozni a kapitalizmus, hiszen holnap nem tudjuk meghirdetni a szocializmus, azt gondolom, hogy ezt három szinten kell elérni. Egyszer, ahogy Simon Gergő is beszélt róla, világszinten, globális szinten a környezeti szabályokat, szociális szabályokat, munkavédelmet érvényesíteni, sajnos erre van jelenleg a legkisebb esély. A következő az Európai Uniós szint, ahol talán a Brexit-tel és
haladó erőknek a megerősödésére talán az Európai Unión belül egy kicsit vissza tudunk menni egy szociálisabb, ökológiai megoldás, és a harmadik pedig Magyarországon, amihez azonban mindenképpen kormányváltás kell. Tehát ahhoz, hogy valóban is ez egy mese, hogy a Fidesz ellensége a nagytőkének, valójában arról van szó, hogy a külföldi nagytőke mellett a saját tolvajait is szeretné hasonló helyzetbe hozni. Ilyen értelemben tehát nekünk a kormányváltás és az európai progresszívra való összefogás egyaránt dolgunk. És a harmadik tanulság, amit levontam ebből a beszélgetésből, hogy szombat délelőtt sokan eljönnek, hogyha értelmes dologra hívjuk őket. Köszönöm szépen!